Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perce pontosan. Hello mindenkinek, jó reggel! Sziasztok! Hello! Jó reggel. Hello, drága hallgatók! Hát nem tudom, hogy fogom túlélni a mai napot. Na, mert sokat aludtam, gyerekek, az a helyzet. Bevallom, férfiasom. Mert nézted ezt a vizét, fogadjunk. Nem, este nincsen semmi. Tehát ilyen kettőkor kezdődnek a meccsek, úgyhogy ezt nem tudtam nézni. De már 11-től nem aludtam, nem. A gyerek nagyon köhögött, meg valahogy nem tudtam aludni, és én 4 órakor aludtam el. Teli hold. Lehet. A rákokat az érzékenyen érinti a vízjegyűeket. Vannak rákjaid. Igen, a rákok. Bent az akváriumban a rákok mindig hátrafele mennek ilyenkor. Bazsi, csatok petek a kis ollaikat, nem lehet tőlük aludni. Nem, ugye hát az apály dagályra is hatással van, a tengerre, a rák vízjei, tehát a teli hold az mindig engem nagyon, nagyon megvisel. Na, de mi van velünk bikákkal? Én is egyébként rosszul aludtam, de mi bikák, mi nekünk meg a rák az aszcendensünk. Hát, az lehet. Egyébként lehet, azt nem tudom. Egyébként annyira nem értek az asztrológiához. Na! Tényleg, a Viki nagy tudója ennek, ezeket nagyon bánja, földje, egy víz, mi, hogy, azt fú, nagyon tudja, és mindig nagyon jókat mond. Hm. De nem aludtam semmit, úgyhogy előre is elnézést kérek, jó? Ja, jó. Bármi hangzik el, jó. Nem vállalom a felelősséget. Hm. Jó, és ha bármit nem hallasz meg, ha bármit kimondasz. Ha bármit kimondok, ha bárkit megbántok, ha bárkit nem hallok meg. Gyerekek, előre jusson eszetekbe ez a 6 óra 10-es elnézést. Hát akkor ez semmi változás a korábbiakhoz képest. Nem veszed észre, amikor megbántod a másik embert, és akkor most mi van, semmi. Ja, ugyanaz történt, mint tegnap, tegnap előtt, meg évek óta bármi. Így van, nincs ez semmi. Dőj le hétig a kanapéra. Igen, a különbség csak annyi, hogy most legalább jeleztem. Tehát az elmúlt napokban nem. Most legalább azt jöttük mondani, hogy 6 óra 10-kor megmondtam. Bocsátok, 6 óra 10-kor ő szólt, ő megmondta. Úgyhogy nem tudtam túlságosan aludni sokat, és de Laci már csinál kávét. Milyen típusú nem alvó vagy? Fetrengős a takaró alatt, egyre idegesebb vagyok, vagy tudom, hogy úgyse fogok aludni, akkor kimegyek. Hol lesz, hol az? Olvasok, hol lesz, hol az? És most melyik volt? Most az ideges aludnom kell, mert úgy érzem, fáradt vagyok. Jaj, miért nem tudok aludni? Hát ezt nem hiszem, hogy nem alszol. Miért nem alszol? De miért nem alszol? De aludjál már, de miért? Hát hagyjál már. Hát, egyre rosszabb. De most aludjál, hülye, miért nem alszol? Most mit csak ennyi az idő? Hát most... Nézzák, hogy elrohant az idő. Engem csak szegesz, tényleg. Szóval ez ment, beszélgettem magammal, nem tudtam, úgyhogy igen. De kellenek ilyen napok, aztán lehet, hogy az ember ilyenkor sokkal frissebb, egyszer kevesebbet alszik. Én ezt a teli holdat nem vettem észre, én ilyen flyboardozó brazil lányokat néztem lefekvés előtt, és valószínűleg ezért ugye? Azt gondolom, hogy lehet, hogy ezt kéne nekem is csinálni, és akkor tudnék aludni. Nem, de nem tudod, ő se tudod, hát nem hánykolott egész éjszak. Flyboardozó brazil lányok, gyerekek, hát azért. Ez a flyboard, ez az, amit te is mondtál már, hogy szeretnék kipróbálni valamikor a közeljövőben, hát nyilván most ez a közeljövő, ez inkább a nyarat jelenti, mint a telet meg a tavaszt. Nem, februárban készülök elutazni, kiütni egy-két hetet a hűvös februárból, remélem, hogy jó nagy hó lesz itt. És akkor én meg remélem, hogy nem nyitják meg a repteredet akkor. Egyelőre tiátok nyerésre, mert úgy néz ki, elfoglalják a repülőjegyet is. De ott van kint állítólag ilyen, a Tájföldön, és akkor én szeretném kipróbálni, majd küldök róla a fotókat. Jó. Tényleg, azt és várjál, de ezek a bizonyos lányok, akiket János tegnap este nézett flyboardozás közben, fő voltak rendesen öltözve? Vagy? Persze, az évszaknak és a és a hőmérsékletnek megfelelő. Na, mert egy olyat kérnék, olyan képet. Egy olyan, igen? Ki a Facebookra. Nincs a jó kerek felé. Meg gyakoroltunk, képzeljétek el, meghívást kaptam egy márciusi futóversenyre, egy meglehetősen érdekes futóverseny lesz, mert hogy tűzszerészek rendezik, és tűzszerész ruhában kell majd teljesíteni 4x200 métert, és hát ezeknek a tűzszerész ruháknak van egy olyan sajátosságuk, hogy olyan 40 és 50 kiló között vannak. És a lányommal gyakoroltam. De miért ő is fog szobában. Nem, csak ő már 40 és 50 kiló között. Nem mondod, és ő mászott rád. Persze, igen, és mondta, hogy csináltott rám nyerget. Mert annyira élveztem, mondom, jó van, hát igen, ennél megalázóbb szituációban biztos és nem tűzszerész keveredhetnék. Futóversenyen van egy beilletisített robbanószerkezet, ami elől el kell futni. Annyira nem lesz autentikus a futóverseny. Igen, tehát repesz gránátok, taposó aknák. Hopp, indul. Kerülgetés. Hallott, hogy rálépsz, ne lépd, ne emeld fel a lábad, vége van, indul a visszaszámlálás. Miért ki tűzszerész? Nem futtam, én láttam a futóbombát. Miért futna a tűzszerész? Szerintem akkor kell futni a tűzszerésznek, igen, amikor, hogy hívják, amikor azt mondják, hogy Józsi, ez nincs meg. Józsi, mondtam, hogy ne a pirosan, basszus. Nagyon ketyeng.
Érted, már a bomba se fut. Tehát a tűzszerésznél lassabban dolgozó, körülményesebben dolgozó embert, én még nem, hova futnak? Én nem láttam még futó, mert hogy tűzoltó fut. A katona fut, a rendegy tűzszerész, hát ha már tűzszerész fut, az már akkor nagyon nagy baj van. Hát igen, nem? Vagy hova kell érnie valahova, vagy el kell tűnnie valahonnan. Hát ez a két variáció lehet. Ja. Az jó. És vagy akkor... lefőtt a kávé. Az, na, lát, az szerintem az okay. Egy tűzszerész leginkább akkor vagy fut sokat, ha lefőtt a kávé. És négy adag van, ők meg öten. És igen, és akkor ott ér az. És ez egy ilyen nyílfutó verseny, vagy ez egy belső rendezvény a tűzszerészeknél? Lesz majd egy veterán atlétikai verseny, és annak az egyik betét száma lesz valószínűleg, ez van a március közepén. Aha. Lesz megrendezésre, akkor kerül majd, és akkor lesz ilyen, mit tudom én, sportolókból, média munkásokból, és meg tűzszerészekből álló csapat. És te már a veteránba indulsz? Nem, én a média munkások. Ja. Érted? Nem, a veterán média munkások. Veterán lesz a verseny. Ki jöhet még szóba? Ki fog még futni média munkások közül? Tudsz valaki? De mindent nem mondhatok. Ja, nem lehet, akkor, meg kell. Akkor nem lesz annyira meglepi. Tűzszerészekről jut eszembe a tegnapi tréfás OTP-s Andrássy, megvan a sztori? Az nagyon kemény, igen, de hallgattam a híreket, és azon gondolkoztam, hogy azért a biztonsági őr se volt nagyon trenírozva ezzel ellen, azért látsz egy csomagot, két napja bomba robbant egy bankba, fogod a csomagot és bedobod a kukába. Ezt majd hívod a bedobta a kukába. Nem megyek oda. Fölhívom a tűzszerészkel, rendőr, kiürítettem a bankot. De azt mondja, nem, Józsi, hát egy csomag, hát figyelj már, hallod, hát dobj be a kukába, hátarobban. Fogta, bedobta a kukába, majd kihívta a tűzszerészeket, hogy ő most valamit bedobott a kukába. Hát azért... Te várjál! Inkább most automatából meg fog pénzt fölvenni. Csak hát ez nem lehet, hogy egy... Hallod? Te, igen. Hívjuk hát, már ki a tűzszerészeket. Ezt nem is hallottam. Bedobta a kukába. Most hallgattam a kislánytól, aki mondja a híreket. Aha, tudom. Ez a hossz, igen. Persze, a kislány. Aha. Hogy bedobta a kukába. Érted? Hát de hogy? Hát azért három napja robban, hát csak hívom a rendőrséget, hogy csak szólok a bankba, hogy mit tudom én, jöjjenek ki. Lány. Hello. Hogy igen, szobba. De hogy jöjjenek ki a bankból, nem? De nem hát így volt Karolina. A kukába kidobta, ugye? Kidobta a kukába. Hát ott, Karolinának hívják? Mi a Laci megsúgta a nevét? Ugye kidobta a kukába? Én azt olvastam, igen, hogy megfogta, kidobta a kukába, majd hívta. Megfogta. Hát azért ott... Na jó, de hogy mi van? Várjál, mi az indíték, hogy a kuka majd véd? Semmi, hát ilyenkor azt mondja, igen, nem, hát ez nem volt normális, hát semmi. Ugye? Hát kiürítették a bankot ilyen. Csak a sorrendet tévesztette el. Hát dehogy nincs, hogy ott robban, akkor mennyivel van? Előbb szólok a tűzszerészeknek, aztán dobjuk ki, vagy előbb dobjuk ki, aztán szólok a tűzszerészeknek. Hát előbb kidobom. Hé, előbb, abból nem lehet baj. Megfogja, megmozgatja, hát meg az ő biztos, ha nem is robban nagyot, hát az ő keze is oda vész. Na mindegy. Szerintem ezt nem gondolta végig. Nem, valószínűleg nem volt. Hál' Istennek csak CD tisztító volt a csomagban. De ezt neki hagyja? Igen, valószínűleg nem szivatja el, hanem szivatás. És innentől kezdve jön ugye az érdekes része, hogy már most valakik elkezdenek például szivatgatni bankokat, oda a tűzszerészeknek ki kell vonulni. Nekik mindenhol. Ezeknek az embereknek nagyon jó a humoruk. Igen. És mi van, ha robbantó hagyta ott, hogy egy kicsit szórakozzon, majd megint robbant valahol, nem? Most még három ilyet elszór, már mindenki azt gondolja, hogy most már csak szórakozás van, és a negyedik megint egy bomba lesz. Jaj, ne. Már nem, megvan neki már terve, nem, tehát ezt nem mi fogjuk kitalálni, ezt a dolgot, neki szerintem terve van erre, hogyha ő az, meg létezik a dolog, de mindesetre tényleg ilyen szomorú, hogy most ezzel lehet szórakozni, hogy leteszel egy CD tisztítót valahol, és azt hiszik, hogy bomba. Hát ha tényleg letett, tehát ki tudja. Már hogyha direkt hagyta ott. Elveszett? Igen, még egy liter CD tisztítót nem hagyzott. Igen. Na minden esetre a szemétnek a szemétben a helye. Igen. A környezet tudatot. A szemetet a szemét. Igen, megpróbálom a dolognak a pozitív oldalát. Lassan olyan lesz, mint Izrael, gyerekek. Most mesélte valaki, ki volt Izraelbe. Egyébként én is akarok menni. Valamikor majd tavasszal. Egy pár napra megnézni. És mondta, hogy hát, hogy kicsit itt is leszel? Itt is leszel benne egy picit? Gyerekek. Jaral, Izrael. Én megmondtam. Egy közös kitelepülésünk, vagy akkor mész még? A 2014-es év bali éve lesz. Ez legyen egy elég. Azért mész élbe. Én idén elhatároztam, hogy értem, szeretem, csináljuk, de én szeretném a bent lévő szabadságaimat kivenni, kicsit pihenni, sokat dolgoztam én a 2013-as évben. De mikor visszajöttem Tájföldről, leszek egy pár hetet. Tehát nem megyek egyből is. Jól van, na jó, mindenképpen. Mert hogyha tényleg a téli szünet, tavaszi szünet, nyári szünet, a köztes szünetek, illetve az egyéb nem várt események. Muszáj egy kicsit. Na mindegy, és ő mondta, hogy nálunk ez egy ilyen tök bevett dolog, hogy megbeszélnek egy kávéházban egy találkozót, és főleg egy most, hogy figyelj, várj egy kicsit, késem egy órát, mert egy bombát találtak egy buszon,
mindjárt jövök, kicsit itt most nagy a torlódás, jönnek a tűzszerészek, leszálltunk, várjuk a másik buszt, de ott vagyok egy fél óra múlva. És ezért napi 50-szer megtörtént. És lassan itt tartunk, nem? Igen, ők már megszokták ezt. Megszokták, de sem, most jó, oké, nem robbant, és még kiderült, hogy ez csak egy táska volt, nem robbant. De nagyon között durva. Nagyon sok turista van, meg nagyon szép hely. El szeretnék elmenni. El sem tudom képzelni, hogy élhetnek ezek az emberek, ahol folyamatosan ilyen problémák vannak, mindenhol katonák az utcán folyamatosan. Állítólag megszokod. Megszokod, hát ha ebben élsz, meg ez a természetes, egyszerűen hozzán szoksz. Tehát, hogy, borzasztó. Hogy beépülnek olyan biztonsági dolgok saját magadba, az agyadba, hogy nem megyek oda, nem nézed, és akármi, és így éled az életedet. Néhány dél-amerikai országban, ahol majd nyára szeretne elmenni, majd egy pár napra valá. Perúba nem akarom kavarni a dolgot. Peru, Lima, Chile, Nazca-vonalak, az ősz. Az igen, ősz. És ehhez képest ősz például, ahol meg lelki béke van, mint tudom én értett, ahova majd, hova nyár végén? Az egy 3 hét viszont. Ja, az 3 hét lesz majd. Nepál. Június vége. Szóval, hogy borzasztó lehet azért. De hát mit tudnak csinálni szerencsétlenek? Hát ez van, hozzá kell szokni. Semmi. Már Londonban is úgy van, egy ismeretlen csomag, ott marad a buszon, mindenki tudja. Mindenki lesz szól a buszvezetőnek, és kész. Ott van, tehát erre vannak trenírozva. Tényleg. Megszoktad, megvárod, mi kijönnek, megnézik, átszállsz a következőre, és mész tovább. Itt már ez olyan, mint nálunk a dohánybolt. Tudod, ott is az van, tegnap is volt megint buli, a nagyon okosan befestett portállal, tehát hogy nehogy belásson bárki. Itt is a dohányboltos, hogy fölkészültél, hogy bármikor bejöhetnek egy gázpisztolyjal. Ti olvastatok valahol bármit is, hogy az illetékesek, akik kitalálták ezt a zárt, lesötétített portált, hogy azt mondták, hogy gyerekek, figyeljetek, ez egy hülye ötlet volt. Ezt szüntessük már meg minél hamarabb. Akarják, dolgoznak rajta, már törvénytervezet vagy törvényjavaslat dolgoznak rajta. Javaslat már van, csak tudod, a törvénytervezet megírni, elfogadni, de dolgoznak rajta. Tehát tudják most már ők is a problémát. Miért nem olvastam. Csinálják a feles, hogy a alja az elsötétített, és akkor mit tudom én, derék magasságtól, és akkor a gyerek nem lát be. Nem jó? Hát én ezt a dolgoznak rajta. Aha, azt nem kitételt, ezt nem értem. Tehát akkor fogjuk meg itt a jobb sarkát fönt, így csippentsük meg, és húzzuk le róla ezt a fóliát, és akkor holnaptól kezdve ne legyen egyetlen portás, hogy mit dolgoznak rajta. Na jó, csak akkor oda a gyerekvédelem, tehát valami mást akkor ki kell találni. De most tényleg azért fog rágyújtani a gyerek, mert egy boltba lát színes dobozokat. Nem áll. Be van kamerázva, látják, nem szolgálják ki őket, kész, ennyi. Persze. És akkor még az sincs, hogy a kis faluba a szomszédnéni átküldte a gyereket egy cigiért, hátulról, azt se látszik, érted? Mert persze. Most az van a lesötétített portában, hogy nem látod. Igen. Gyerekvédelem címszó alatt dolgoznak emberek napi 8 órában félelemben. Igen. Na mi újság az Ausztrál Open-en, néztétek? Te kérlek szépen, mi nagyon dolgok? Erős figyelemmel követik az eseményeket. Nem. Nem értem, mert Rodgernek már 6-15-kor játszania kellett volna, de még a Nadal 4 órását se kezdték el, úgyhogy brutális csúszások vannak, nem tudom, hogy mi a fene történik ott kint. Lehet, hogy mindenki megborult kicsit a melegtől, de hogy Rafael Nadalnak már 4 órakor pályán kellett volna lennie, sehol nincs még, Monfisnak fél 6-kor, Rodgernek 4-7-kor. Monfis, igen. De szép. Hát ott küldj rájuk egy SMS. Gyerekek, milyen csöcsön van? Hello, halló. Tegnap kaptam a Facebookon egy üzenetet, már nem tudom, hogy ki írta. Na. Miért nem hisz a Balázs a Rogerben? Tényleg? Mm-hmm. Na, add át a számát, elmondom. Nem vagy tudok beszélek. Számot, amire írt. Ja, hogy csak az oldaladra valaki beírta. Facebookra. És akkor így gondolkoztam rajta, hogy írok valamit, aztán úgy éreztem, hogy nekem ebben nem kell belefolynom, hogy te miért nem hiszel. Se védeni, se indokolni nem tudtad volna. Nagyon nehéz. Nehéz. Volna az nem is éreztem én annyira, hogy te már nem hiszel benne. Igen, én tornagyőzelmet még adok neki, grenzlemet már talán nem. Egyet még lehet, hogy behúz, de tornagyőzelmet idén még igen, úgyhogy... Úgyhogy igen. Megírhatom neki, hogy hiszel benne? Mondd meg neki, hogy én még tornagyőzelmet adok neki. Kicsit hisz benne. Így van, ő pedig majd írja meg Rozsénak. Jó, hogy az szívja föl már magát egy picit, érezze, hogy Balázs irányából azért még van egy kis bizodalom. Azt szeretném, hogy ősszel, amikor Londonba megyek majd az ősszel. ATP világbajnokságra a novemberben, na akkor megnyeri az Laci, ATP Laci, írod? Gyerekek. Muszáj, nem szólhat, mindig minden a munkáról, a kutya fáj. Ja, ja, ja. De nem érzed, hogy most egy picit átbillen? Azt a leborult civar végét neki, na hát nem lehet mindig dolgozni. Ja, Istenem, jól van. Más nem történt. Való világfronton? Most nem nézegettem bele. Tegnap azt láttam, hogy egy
többiekhez képest nyilván nem fognak megbántani, de egyébként meg miért is bántodnának meg, hiszen tényleg olyan. Szóval, hogy az előzőekhez képest, a korábban beköltözött lakókhoz képest egy normálisabb költözött be. Igen, hogy nem, de az előtti hölgy is már, azt hiszem, hogy Dóri nevű lányról van szó, ő is például már egy kicsit a normálisabb kategóriát képviselte. Én belenézek ugye előszeretettel ebben a műsorba, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mi lesz a következő, hogy hova fejlődhet még, mert gyakorlatilag már két nap után arra panaszkodnak, hogy a bezártság, és ezek a rohadt kamerák. Két nap után. Igen, tehát, igen. Hogy úgy, hogy kb. Kérdben lehetséges, hogy két hónapig benn lesznek, de már két nap után. Hát az agyai nyertes majd, amikor nyám 30 fok lesz, mire kijön. Ez alatt a három nap alatt több történt a műsorban, mint a korábbi műsorok során, mit tudom én, egy egész évad alatt, vagy egy egész műsor folyam alatt. A több alatt, egyébként az én esetemben nem egy minőségű kategória, Hanem csak több. Tehát nem jobb, hanem több. Igen, azon gondolkodtam, hogy már első napon pölőlógatás van, meg cici kivillantás. Mi lesz? Műtét? Igen, én nem nézem, gyerekek, én eldöntöttem, hogy ezt most nem. Ezt most kiadjam. Nekem nagyon oda kell figyelnem ugye a gyerek miatt, tehát, hogy semmi szín alatt nem nézheti. Tehát egyszerűen nem neki való. Kizárni tökéletesen nem lehet, mert nyilván iskolába beszélgetnek róla, de amúgy nem nézheti, ez nem az ő szintje. Hát neki 11 évesen nem. 10-11 évesen. Miért engedik meg a szülők, hogy megnézzék ezt? Hát mit a igen, a, na, látjátok például ott a felháborodást, azt nem nagyon értem, mert egyszerűen nálunk az van, hogy nézheti, vagy nem nézheti. Nem nézheti. Jutnak el hozzá az információk. Ő például nem látott semmit ezekből a dolgokból, amiket ott ő egyébként nem nézhetne meg, hiszen 18 pluszosak amúgy is. Egyszerűen nem szabad neki hagyni. Miért nézi egy 10 éves gyerek a VV-t? Én nem hiszem, hogy azért olyan nagyon sokan néznék, nem? Vagy nézik? Hát de hallod, a Jani mondja, igen, hogy vagyok, lehet, hogy naiv vagyok. És beszélt téma azért. Hát ez egy jó kérdés, igen. Úgyhogy, de hogyha megfigyelitek egyébként azért a viselkedésükből, az is kiderül, hogy ezek se felnőttek még. Tehát ezek a srácok csajok, akik benn vannak, tehát én azt gondolom, hogy lehet, vagy megrekedtek itt szinten, de hogy egyébként még a felnőtté válás rögös útján még nagyon előjárnak. Amíg mit tanulni. Na nézzük, mit írnak a hallgatók, írt a Szala. Na jó, akkor. Nagyon nagy duma. Ez a nap dumája, ugye mindig így szoktam indítani reggel. Na nézzük, mit írnak a hallgatók, erre Szala megírtam. Na nézzük, mit írnak a hallgatók. Aláírás Szala. Pont ezt akartam mondani, de ránéztem a monitoromra, és már ott is van. Igen. De azért nézzük, hogy mit írnak a hallgatók. M6-oson a 90-es kavicsnál disznó bóklászik az úton. Vízi disznó, kandisznó, vaddisznó, serde, mi bóklászik? Valószínűleg vaddisznó, nem? Ez nekem akkora félelmem, hogy megyek 130-al és elütök egy ilyen nagy kandisznót, én mindig annyira rettegek ettől, hogy ahol nincs lezárva jobb oldalom, vagy a bal oldalom, ott van az elválasztó, de jobbról besétál oda valami kaján sertés, és én azt elütöm. Hát kell, hogy legyen kerítés mindenütt az autópálya mellett. Kaján mosolyal a varacskos pofája. Nagyon sok helyen, igen, a varacskos pofája, nagyon sok helyen nincs. Ez a félelmem van meg, hogy valaki szembe jön. De minden egyes kanyarnál mostanában az jut eszembe, hogy megyek, és M3-as, M7-es, M5-ös, és nem látom be a kanyart, akkor az a félelmem, hogy na mi van, ha most valaki szembe jön? Na mi van most valaki? És mindig gyors át még a külső sávba, mert akkor már jobban belátom a bal kanyart, mondjuk. Vagy a belső sávból a jobb kanyart. Ettől rettegek. De refivel mész végig, reflektorra. Dudálok, fénykültöző, reflektor. Figyelj, ha már szembe jön, legalább ne lásson semmit. Igen, ráadásul a vaddisznó ugye nem egy félős típus, ő felveszi a kesztyűt. Meg ha nagyon gyorsan mész, esélyes látja, sincs. Látja, hogy jössz, látja, hogy nagy vagy. És ez őt irítálja. Majd én megmutatom, ez valami disznó. Igen. Egy-két SMS még, hogy mit írnak a hallgatók, tényleg, már csak, hogy Szalát tudjam idézni. Ma reggel ír, hogy a MÁV elhárította a hibát, nem érzem, mert már most 5 percet késett a vonat, 20 percet állt Batta és Ért között, ezt Brigi küldte nekünk. Aztán egy kérdés, ami jó, miért szólják a kettő át Pest felé, amikor csontszáraz az út, kérdezi Andi. Hogyha majd esik rá, akkor ne fagyjon meg. Igen. Ők már tudnak valamit, hogy majd valamikor esni fog. Sejtik, hogy történni fog valami. Nagyon előre néző ez a FKF, vagy most kik is csinálják. Vasárnapra mondanak csapadékot. Igen. Bár eső. Balázs, a kánikula miatt csúszik a tenisz, a fedetlen pályán játszók kaptak még egy óra pihenést. Aha, igen, mert hogy ott ugye megy le majd a nap szépen, és akkor egyre hűvösebb van, igen. ATP kezdés, Nadal 7, Federer 7, Murray 10-30. Na, jönnek akkor itt. Vannak azért teniszrajongók ennek. Örülök, hogy nem vagyok egyedül. Igen, az edződ íróga. Ja, a gyerekek, tegnap megint akkora meccsem volt, hogy el nem tudom. Nyertünk? Nem, kikaptunk. Ó, de kár. Sajnos kétszerben. Megszorította meg is délelőtt. Gondolom, hogy... Adjál neki, Bazsik. Igen, így felkiáltottál, hogy mi lehet most. Mi lehet most? Vajon nyer, vajon veszít? Igen.
A biztonsági őre is reagáltak hallgatóink, azt írják, hogy ez biztos az az őr volt, aki szaladt a rabló után, aki bedobta a táskát most a kukában. Emlékeztek a futóőrre? Imádom. Ő a 2013-as év egyik nagy hőse volt, aki üldözte a rablót, igen. Játékra jelentkezések vannak még, elég sokan, igen. És nagyjából ennyi. Jó, játékkal mi a helyzet? Kérlek szépen, 3-0-ra vezetünk. Hasítunk? Igen. Igen, nagyon jó. Hét már a miénk. Azt is mondod, hogy jobban nem állhatnánk. Nehéz ebből egy 4-0-át kihozni a 3 napból. Igen. Játszunk még, vagy mit csináljunk? Azért játszunk, nem? Persze. Egyéni ajándékcsomagok még lehetnek. Jó. Lehet jelentkezni játékra. Gyerekek is egészen nyugodtan, most nem azért, hogy könnyebb győzelem legyen, de ha valaki szeretne 10-12 és 14-es suliba megy, van kedve, ne féljen tőlünk, szívesen játszunk bárkivel. Jó, a hetet már úgyis megnyertük, tehát tényleg nem arról szól a dolog, hogy mennyire könnyű nekünk. Bárki csajok is, mert hogy ők is ritkábban jelentkeznek. Jó? Igen? Jó. Na, minden, nem, mondom, később beszéltünk, nem, csak a már játékról van szó, nekünk van most két olyan kis történetük, ami nagyon sok hallgatót érint. Az egyik, amiről régen beszéltünk már, ez az Így fáztok ti fotóverseny az internetes oldalunkon, morningshow.hu, menjetek fel, nézzétek meg, lájkoljátok az oda feltett képeket, a 2013-as év legrondább karácsonyi fejét próbáltuk meg összegyűjteni a segítségetekkel. Elképesztő durva pályaművek érkeztek, lesznek nagyon komoly nyeremények, komoly Morning Show ajándékcsomagok, ehhez kell, hogy minél több like szám gyűjjön össze a képek alatt, szóval menjetek fel, lájkoljatok. A másik pedig az, hogy ugye tegnap kisorsoltuk egy Real Madrid meszt, ma pedig ki fogunk sorsolni egy Bayern München meszt. Mm. Igen. Franz Ribéry. Így van. Jürgen Beckenbauer. Na, igen. Frank Ribéry, Franz Beckenbauer és Jupp Heynckes. Nek az aláírásos szerepe rajta. Igen, tényleg nem érheti szó a ház elé. Tehát ennél többet már nem tudunk tenni a foci rajongókért. Ha Real meszt adunk, kicsit furdalás kiismeret, hogy miért nem adunk más meszt. Most akkor adunk Bayern meszt, tegnap adunk rá, mindent megpróbálunk lefedni, nem? Minden. Tavaly Barca meszt, tehát hogy nem lehet minket nagyon bántani. Igen, majd Bayern München meszt talál majd gazdára, jó? Jönnek a hírek, fél hét múlt pontosan 2 perccel, mi pedig jövünk a hírek után. 9 perc múlva pontosan 7 óra. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. Csütörtökön. Most köszöntünk be, hogy hétfő van, nem? Komolyan mondom, és már csütörtök, gyerekek. Olyan... Most köszöntünk be, hogy január eleje van, igen. És mindjárt vége. Olyan szinten megy az idő, hogy az valami hihetetlen. Ezt komolyan mondom. Minden egyes nap már így kezd ajándékkel válni, nem? Kis túlzással talán. De hogy így tényleg, szóval, hogy... Hát igen, én reggel bejöttem, és ugye a Feri meg Anna kifáradtak a kávéjukkal, én pedig elkezdtem beszélgetni magammal. Na, most akkor ezt ide kiteszem, jó, most elrakom egy kis szirupot, oké, okay, jó, ez most igen, megvan, oké, okay. Még gőzülök fel magamnak egy kis helyet, és akkor így ekkor esett le, hogy magammal beszélek. De magadban? Igen. Hát az embernek sokszor önmaga a legjobb társaság. Megfáradtam, megöregettem. Akkor szólj majd, ha vitatkozol a híradóban. Tehát nem, ott indul már a nagyon nagy baj. Akkor már tényleg mindennek vége. Súlyos baleset a Kerepesi úton a Stadion Hotelnél a belváros felé. Hatalmas torlódás, aki tud, kerüljön, üdv Perec. Na most akkor ez hogy is van? Tehát, hogy... Kerepesi. A Kerepesi Stadion. Igen. A körúton, és ott van jobbra a Stadion Hotel. Igen, akkor ez a Kerepesi, tehát ez a keletitől már eljöttél, mész ugye az Őrs felé, az a Kerepesi, és ott mész végig. De ő befelé írja. Ő befelé jön? A belváros felé. Akkor ez a másik oldalról, az a Kerepesi út, igen. A másik oldalról, tehát a Stadion Hotelnél a belváros felé hatalmas baleset, és óriási dugó a Kerepesi úton. Vásáros Naményben 50 méteres a látótávolság a köd miatt. Intercity Tomi küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Kaposváron is iszonyatos köd van, Csaba üzeni, és Pécs határában Mánfa felől csúszik az út, egy autó már átcsúszott a szembe sávba a part oldalba. Na, ha már így olvasom ezeket a vidéki helyszíneket, tegnap az értekezletünkön szóba jött a kitelepülés már. Oh, gyerekek, hála jó Istennek. Májusban indulunk majd. Már te itt hol leszel akkor? Az ország? Vagy hazarepülök. Megérkezem a kitelepülésre. Már a helyszíni javaslatokat kértem, megkapjuk, döntünk együtt majd közösen, úgyhogy jó, úgy néz ki, hogy nem megyünk. Csináljuk meg a gurmé turnét. Ja, hogy oda megyünk, ahol jó éttermek vannak. Ahova szeretünk visszajárni. Szerintem azt kell megcsinálni, hogy hol voltunk tavaly, oda nem, és akkor ott tavaly előtt, vagy aholvá már nagyon sokat ígértük, oda újra elmenni. Aha. Én például Pécsre nagyon szívesen mennék, most már évek óta nem voltunk, és sokat ígértük, hogy megyünk. Oda most már be kéne esni. Ugyanakkor a keleti ország részben is elég régen voltunk már, úgyhogy én meg igen. Oda mennék szívesen. Megnézzük majd, szerintem tényleg csináljuk azt, hogy az elmúlt 2 évet megnézzük, hol voltunk, és fejből ezt így nem tudom, és akkor azokból is szemezgetünk, de megyünk olyan helyszínekre, ahol már régen voltunk. Azt nem tudom, hogy új helyszínre tudunk-e, mert szinte már mindenhol voltunk. Igen. Tehát új helyszín már nagyon nincs, csak ilyen
5000-es lélekszámú kisebb települések lennének. De indulunk majd, ez a lényeg. Jó. Vagy egy hetecskét azért menjünk, nem? Csak egyet. Melyhez mehetünk, akár többet is. Legyenek mini kitelepülések. Egyenként. Egyenként minden hónapban három. A morning show harmada. Igen. Na jó van. 3-0 van. Jó, megnézzük, hogy ki a ma reggeli játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Halló! Halló! Szia! Hello! Hello! Hello, ki vagy? Adél. Adél, hello Adél, jó reggel, egy kis félénk vagy. Adél, hány éves vagy? 14. Jézusom, olyan felnőttes a hangod. Igen, ahhoz képest. Az előbb azt gondoltuk, hogy ilyen kis fiatalos a hangod, de ahhoz képest viszont felnőttes. Igen. Adél, út van, suliba vagy hova? Vagy még hát otthon? Persze. De még otthon? Igen. Jó, most még beszélhetsz nyugodtan, nem kell félni. Milyen suliba jársz, Adél, vagy mit csinálsz? Általánosba. Utálod nagyon? Igen. Na jó. És hova mész tovább tanulni majd? Most már lassan neked aktuális. Hát vagy Szekszárdra, vagy Pécsre az egészségügyibe. Aha, Szekszárd vagy Pécs az egészségügyi. Szülők otthon vagy már kirajzottak, és te már csak egyedül, mert olyan nagy a csönd, nincs ilyen reggeli készülődés. Alszanak. Alszanak? 7 órakor? Ilyenkor? Hát de ahol sokra süt a nap. Anyukám az nem dolgozik, háztartásbeli. Az klassz, az jó. Ha ezt egy család megengedheti, az mindig jó. És édesapád mit csinál? Nevelő apukám van, szüleim elváltak, ő pedig Németországban dolgozik. Tehát Önök nincs itthon. Ő most igen. Németországban alszik. Igen. Na jó, van. Tesó nincs? Van, ő meg nyarol a mamánál. Mamánál van? Gyerekek, így kell ezt csinálni. Ez az, nyugdíjban mama alszik. Vagy. Az egyik gyerek nyaral a mamánál, a másik gyerek önként bejelentkezik egy rádióba, megcsinálja magának a reggelit, közben lenyomja valamelyikünket. Papa ki Németországban. Hát, jó, ügyes. Ügyes. De hogy így kitolta a nyári szünetet? Kivel szeretné játszani? Janival. Rendben. Adél. Ja. Legyen ez így. Szoktál gyakorolni, Adél? Játszol valakivel? Első játékod? Iskolában szoktunk. Jó. Figyelj arra, hogy ne legyél passzív, jó, Adél? Mert hogyha most ennyit beszélsz, akkor a játék alatt szerintem ez még szűkülni fog. Hogy nyugodtan sokat, jó? Nehogy aztán még a végén meg kell intenünk. Jó. Jó? Na. Felkészültél, Jani? Igen. 3, 2, 1. Tessék! Adél, szeretnél kérdezni? Kérdezz nyugodtan. Akarsz? Kérdezni. Te. Azt hallottam, hogy szereted a történelmet. Nagyon, nagyon szeretem. Te is szereted? Hát persze. És egészségügyi pályára akarsz menni? Jól hallottam az előbb? Hát persze. Doktornő szeretnél lenni? Doktor? Orvos? Értsd. Mentőtiszt. Mentőtiszt? Igen. Hú. De szép volt, Jani! Így aztán nem is kellett szóljunk Adélnak, hogy passzív. Adél édesem, igen, egy kicsit passzív voltál, de ez nem baj, mert hogy közben meg kimondtad a tiltatot. Szép volt, Jani! Köszi! Azt válaszoltad, hogy igen, mentő. Izgultál? Most már... Nem mondtam. De, azt mondtam, hogy hát, nem. Nem, azt mondtad, hogy igen, Adél. Imádunk, igen. Aranyos vagy, meg minden. Egy hatalmas igen durrantottál be. Hát ezt észre se vettem. Igen. Hát ez az izgalom, persze. Figyelj, hogy tényleg mentőtiszt szeretnél lenni? Igen. Na, hát ez egy nagyon-nagyon szép hivatás. Ez így, hogy 14 évesen az ember még nem ennyire kialakult jellem, hogy ilyen komoly dolgokról álmodozzon. Te hogy? Vagy mi vitt erre rá? Vagy milyen impulzus? Apukám mentőápoló, apám mentőtiszt volt, nagybátyám is mentős. Hát ez egy dinasztia. Egy finom, igen, egy mentős dinasztia. Igen. Nagyon jó. Na, családban maradok. Családban maradsz, jól van, Adél. Oké, ajándékcsomag nincs, de köszi, hogy játszottunk, örültünk. Jó, szép napot neked. Köszi. Ciao. Hello. Szia. Majd mondd meg anyunak, hogy győztem. Jó. Igen. Szia, szép napot. Na jó van, gyerekek.
4-0. 4-0, ennyi, legyünk, nem, nincs kegyelem. Ha 14 éves, alakul, ha 20 alatt van, ha 80, nem. Nem vagyunk tekintettes senkire, semmire. Alakul a technikai káó. Megyünk, gyerekek. Jó, a lassan Roger Pályára. Hova megint? Tessék? Már megint hova? Csak kitelepülni, az előbb mesélte el. Kitelepülni meg a hírekre. Feri, ki kell kapcsolnunk a tévét, meg közben vannak mindenféle reklámok messzi tájakról. Nehogy újra kedvet kapjak én. Egy perc, pontosan 7 óra jönnek újra a hírek, aztán itt vagyunk mind. 7 óra múlt pontosan 10 perccel, hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk. Csütörtökön, január 10, tök mindegy hanyadiken, nem? Hát mindegy, egy legboldogabb napjának Pitvarában vagyunk. Így van. Rossz már nem le. Így van, van ma egy Bayern mezünk, amit szeretnénk odaadni, nem 9 óra után sorsoljuk, szerintem 8:30 után majd valamikor, hogy a Tóth Gáborhoz érkező SMS kérdéseket még lássuk a monitorunkon, aztán sorsolunk, úgyhogy... Ó, hát ma lesz elmentes, gyerekek. Basszus, hogy be, ilyen hülyén jöttem be. Hát elvettes övezet. Hogy ma van valami a levegőben. Bizonyám, 8 óra után újabb fejtágítás, az élelmiszeripari átverések, a multiféle megtévesztések és a mérgek zabálása helyett. Az odafigyelés, a résellevés és a tudatos táplálkozás oltárán áldozunk egy kicsit. Hát mit gondolsz, Feri, hogy miért habzsolok be már minden 7 órát? Ne, hogy meglássam, mester, mi? Csak mondom egyébként, hogy ha már átverés, itt láttam egy kekszet kint, amit ugye egy jó minőségű, régi patinás cég gyárt. Most nem akarom megbántani őket, de hogy például a fogyasztóvédelem miért nem megy rájuk, azt nem tudom. Következő van a kekszen elől. Megnéztem, elolvastam az összetevőket. Ilyen és ilyen keksz, rohadt nagybetűkkel a kekszen, teljes kiörlésű. Ugye? Hogy ez is mennyire egyébként szemét dolog. Mit csinálsz te mondjuk szülőként? Megveszed a gyerekednek, hogy teljes kiörlésű dolgokat eszik. Vagy hogy teljes kiörlésű dolgokat egyen, egészséges keksz, nincs benne annyi cukor, odaadod a gyereknek. Ha veszed a fáradtságot, hogy elolvast, hogy hátul mi van rajta, az összetevők között következő történik. Hogy következőt látod. Összetevő között, búzaliszt 53%. Uh-huh. Már gyanús. Teljes kiörlésű liszt 18%. Így van. És már ráírhatod, hogy ez teljes kiörlésű gabonából. Tudom, hogy nem tud az egész teljes kiörlésűből készülni, mert más lenne az állaga. Tehát a teljes kiörlésűben is van valamennyi búzaliszt, csak x százalék a teljes kiörlésű. 100%-os teljes kiörlésű ritkán van. De az nem számít egyenértékű teljes kiörlésűnek, ha csak 16% belül a teljes kiörlésű. Érted? Búzaliszt mindenképpen van benne. Mindenképpen van benne. Nem, itt a teljes kiörlésű és a finom liszt közötti különbség a lényeg. De nem írhatod rá nagybetűkkel, hogy teljes kiörlésű. Azt írhatod rá, hogy teljes kiörlésű tartalmaz, vagy teljes kiörlésűt is tartalmaz, vagy 18% teljes kiörlésű. De nem teljes kiörlés, az biztos. De nem, hiszen van benne búzaliszt 54%. Tehát, hogy ez, na mindegy. De azért finom. Én is elnyomogtam kettőt. Jó, persze, nem rossz az. Gyerekek, Nadal melegít, csak mondom. Miért fázik? Nem, áll kín a napon. Hogy? Igen, ki áll, hogy van ez? Ki áll a nagyon napra. Komoly egyébként, mert na, erről beszéltem. Hát egy 18 éves fiúval játszik, hogy 19 éves. Nem lehet, hogy akármilyen fiú, ha már itt van 18 évesen. Ugye? Jól érzem, hogy csak tud valamit. Nem, csak pont arról beszélgetünk itt a hírek alatt, meg a reklám alatt, hogy milyen kemény lett beállni egy ilyen üveges tekintetű, 13-szoros Grand Slam nyertes, minden labdát elérő, minden labdát erőből visszaadó Rafaelé, aki ugrál a váló másik oldalán. Te oda mész egy ilyen kis kék fürdőnadrágszerű kis szedben, a kis babola tütőddel, és próbáld nem nagyon összecsinálni magad. A cukker rózsaszín cipője van egyébként. Igen, Nadal olyan, mint egy ilyen tüzelő bika, olyan volt a tekintete. És hát ez azért ez igen. Olyan, mint hogyha vagy közös műsort vezetnél, Isten is benne. De szép párhuzam. Na nézzük, mit érnek a hallgatók. A régi négyes úton Abonyi Szolnok között 5 kilométeres szakaszon 3 autó az árokban. Tükörjég az út, ezt Szilaj küldte nekünk. Pécsi Jófok között gyakori jegesedés. Hol a KPM? Kérdezi Tamás. Itt a farzsa benne. 10-es úton Szarvas Kocsmánál a kanyarban lerobbant Ford Transit. Kivilágítatlanul, elakadás jelző nélkül Pest felé dugó lesz. Így, ha nem veszik le az útról. Ez Zsolt küldte nekünk. Pécs és Harkány között nagyon nagy a köd, és csúszik a pálya. Üzente nekünk kamionos Pityú, és Sopron és Kópháza között a 84-es főúton üvegszilánkos az út, egy konténerről hullott le. Török Flóris utca 20. kerület és a Poltenberg utca sarkán baleset, mentősök most viszik a sérülteket, mindenki menjen óvatosan, üzente Csilla, és Vásáros Naményban 50 méteres a látótávolság a köd miatt.
Ha, gyerekek, 20 perces mávkésésről panaszkodnak sokan a székesfehérvári vonalon, de hát azt mondják, hogy ez már benne van a menetben. Így van, 30-hoz képest ez mindenképpen előrelépés. Arra és a BKK Facebook oldalán nincsen semmi aktuális információ. Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy nincs semmi. Viszont a Bayer fanokat arra kérjük, hogy ne írják meg még a kérdésre a helyes választ, vagy a helyesnek vélt választ, hiszen nem volt még kérdés. Igen. Nem volt kérdés, és még egy ideig nem is lesz. Na, egy érdekes felmérésről olvastam, szeretném veletek megosztani, és utána kéne járni, hogy ez valóban így van-e. Mert ugye a felmérés szerint a férfiak csupán 62%-a vált naponta tiszta alsót. Szép adat. Új. A nők jobban állnak 80%-kal. Ha 62% vált, akkor három közül egy valaki nincs ma tiszta alsó. Na, srácok! Hát én tudom, hogy rajtam van, úgyhogy vagy te vagy Feri, vagy te Balázs, akik kicsit benézték ma a dolgot. Az a baj, hogy rajtam nincs tiszta. Nem is. Ja, azt hittem, hogy nincs egyáltalán. Nincs. Az a baj, új nincs sír. Egyáltalán? Semmi. Most tudtam, hogy én elfejtettem. Pucérba tolod? Nem mond már. Könnyebben odafélsz. Télvíz idején nem lehet. Kicsim, oda könnyebben. Kell figyelned már magadra. Most már te is változó kormány. Tudod a prostatát. Tényleg nincs rajtad? Na. Figyelj. Nem akarom a segget látni. És tényleg. Ez a seg nem húzott alsót. Tényleg. Gyerekek, hát amit mi láttunk. Én nem kamuzom. Laci, ilyenkor hol a Facebook fotó? Én nem úgy csinálom, hogy most jön egy hír, és oké, ne játsszuk valamit. Tényleg mi? Elfelejtettem. Most megnéztem, elolvastam ezt, hogy nem mondom, csekkolom. Riadta, láttam, hogy ott a kis kobra egy visszaköszön nekem. Szia, kis gazdám. Parancsolsz valamit? Mondom, tetrekész vagyok. Tetrekész vagyok. Mit csinálja a kis gazdám? Mondom, csak pihenj, csekkoltalak, hogy megvagy-e. Nekem ez most két dolog miatt is nagy pillanat volt. Az egyik az, hogy kiderült, hogy egy statisztika igaz. A másik pedig az, hogy nem kellett megszagolnunk Feri alsóját. Akkor rajtunk van a tiszta. Hát figyeljetek, akkor ez igaz. Most akkor én rontok a statisztikám, vagy javítom? Nem, vagy ez nem, most nem. Hogy van most? Te igazoltad a statisztikát, hiszen nem húztál. Elfelejtettem. Nincs tiszta alsója, tehát háromból egynek nincs tiszta. De mondtam reggel, annyira keveset aludtam, hogy fölébredtem, és fél komában öltöztem, és most jöttem rá, hogy elfelejtettem. Gombos farmer? Gombos farmer, igen. Na azért, mert... A cipzárosnál baj van. A jobban ébreszt, mint a kávé. Egy jobb cipzára kicsit sikítanék, igen. De a nőknél is riasztó a helyzet, mert a nőknél 80% vált bugyit, az azt jelenti, hogy ha mondjuk van, hány millió nő van most itt Magyarországon? Hát elméletek 5 millió. 5 millió nő van Magyarországon, az azt jelenti, hogy annak a 20%-án most használt bugyi van. 1 millió nő. 1 millió nő jelen pillanatban, ma reggel használt bugyi van. Azért ez nem könnyű. Mármint ezt így feldolgozni. Nem? Hát igen. Igen. A férfiaknál 62% azt mondja, hogy a higiénia iránt érzik a kor előre haladtával csökken. 14-54 éves korcsoportban még 67% nyúl minden nap tiszta holmiért, az idősebbek közül azonban már csak minden második. 2500 embert kérdeztek meg egyébként a reprezentatív felméréshez, és... egy év használat után a gatyák a bugyik 83%-ánál mutatható ki egészségre ártalmas baktérium. Hiába mosod, akkor is ott van benne a baktérium, mert nem pusztul el mondjuk egy 40 fokos vagy egy 60 fokos mosásnál. Na, hogy is van ez akkor? Nagyon kemény adat. Ha kifordított, számít? Igen. Az is számít, ha minden nap tisztát veszel föl, és vasárnapra már hét van rajta, igen. De ez hogy van, hogy a nő lefekszik bugyiban? Vagy a nő lefekszik mesztelenül, és reggel maga mellé teszi az esti bugyit, amit nem a szennyesbe dob, és ugyanazt veszi föl? Vagy ő elmegy bugyiba zuhanyozni, lezuhanyzik, visszaveszi ugyanazt, alszik abban, és másnap elindul dolgozni? Tehát hogy kerül rád ugyanaz a bugyi, amikor elvér... Igen. Vagy nincs fürdés este, és a bugyiba te lefekszel... Reggel meg megint alszol, nincs hűrdés, és ugyanaz a bugyi marad rajta. Tehát hogy tud rajtad maradni? Vagy hogy tud ugyanaz a bugyi lenni? Ezt nem értem. Ugye ez hogy zajlik? Szerintem ez az este leveszem, reggel fölveszem. Tehát este leveszed, lezuhanyzol, igen? De ugyanazt veszed szerintem föl? Szerintem nem. Igen. Szerintem nincs zuhany. Szerintem ott levetkőzés van, este megnézed még a nem tudom mit. Levetkőzés, ágyba bújás, alvás, reggel fölkelés, fölöltözés. És akkor mondjuk egy pólót vesz fölé aludni. Aha. Szerintem tuti. Csak ennyi. Akkor egy gyakorlatilag ilyen hálóruhakét használja. Igen, de ugyanaz. És ezért marad rajta másnap reggel. Igen, van, ami napközben rajta volt, az lesz a következő napon is rajta. Igen.
Tehát effektíven nem arról van szó, hogy, hogy két nap egymás után mondjuk egész nap ugyanazt hordja. Dehogy nem. Ma reggel fölvette tiszta bugyit, de ma reggel fölvette, dolgozik egész nap, este hazamegy, vacsorát főz, tévét néz, nem tusol este, igen, leveszi a felső ruházatát, bugyi marad, földob egy alvópólót, alszik, és holnap reggel, mikor föl kell, akkor fölveszi a ruháját, és elindul otthonról, és megint egész nap abban van. Szerintem ezt így kell elképzelni, ugyanis ha már az az igényesség megvan benned, hogy este fürdesz, akkor ott vélhetőleg van egy tiszta alsó. Vagy is. Tudod, mi van, hogy reggel jössz rá, hogy nincs tiszta. Ugye? Még az is előfordulhat, hát ilyet azért már mindenki csinált egyszer. Ha a tendencia az már nagyobb baj, de reggel nyúlsz be a szekrénybe, és rájössz, hogy nincs tiszta. Uh-huh. Mi történik? Vagy megkeresed az előző este felve, vagy az előző nap hordottad, vagy ha az van reggel rajtad, mert akkor szeretnél zuhanyozni, akkor lezuhanyzol, és visszaveszed ugye azt, ami már egyszer rajtad volt, mert az fiókba benyúlásra rájössz, hogy nem volt tiszta. Igen. De ez is sokszor megtörténik azért. Azért félek, hogy ez a kevesebb ebben a dologban. Tehát, hogy ez nem ezen múlik, hogy van-e tiszta, vagy nincs. Azért arra úgy szerintem odafigyelsz. Tehát aki már arra figyel, hogy akar tiszta bugyit venni, az arra is figyel, hogy kimosta a bugyjait, és van neki. És akkor hogy indul, hogy belenyúlsz a szekrénybe, vagy aztán is akkor megszagolod, hogy melyik a nagyjából tiszta? Miért visszateszed a szekrénybe a bugyjai használt? Nem, a szennyesbe, hogy benyúlsz. Ja, úgy igen. Ott a tetejéről veszed. Vagy a tetejéről leveszed, mert ott, mit tudom én, ott még jobban szellőzött. Azért ez egy érdekes felmérés. De ugyanezt meg lehet nézni zokninál. Szerintem zokninál is azért ezt sokan csinálják. De zokninál szerintem kevésbé gáz, nem? Ott kevésbé gáz, és szerintem ott valószínűleg ezek a százalékos arányok is inkább a használt zokniknak az oldalára billennek el, vagy jobban. Sokkal többen hordanak szerintem mondjuk két napig zoknit, ugyanazt a zoknit. De hát én is csináltam, de nekem semmilyen elváltozás nincs a cipőmben pH értékileg. És a lábadon? Jó, mert már kipusztult benne minden. Nem, szerencsés vagyok, mert azon férfiak közé tartozom, akiknek nincs ilyen maró, könyvfacsaró, ilyen nagyon-nagyon elviselhetetlen lábszagat. Hát legalább Isten nem ilyen. Vagy az én orgyák a hártyám már kiégett, felpercsolod. Nem, tényleg nem, ugye van az a típusú férfi, akinek viszont úgy izzad a lába, hogy tényleg megbolondulsz mellettem. Az igaz az a hír, hogy van az öntisztulás egy idő után? Már hogy testben és zokniban aha, is? Ha nem. Ne ringassuk magunkat ebbe a hídbe. Hogy öntisztul? Igen. Nekem kollégiumban volt olyan osztálytársam, Peti. Na, velem mit csinál? Hát ő egy hétig jött egy szedben. Egy hétig jött egy alsó, igen, ugye, honnan tudtátok, hát csekkoltátok? Onnan, hogy vasárnap este mindig együtt érkeztünk a vonattal, és nála egy darab nylonzacskó volt. Nylonzacskó, amiben így láthatólag nem sok minden fért, azon a 4 szendvicsen kívül, amit hozott a hét első két napjára, ételgyanánt, és hát így már szerda környékén érezted a srácot, mert ő tusolni se nagyon szeretett. Atya nagy Isten. Közös tusoló volt, és ráadásul azt hiszem, ilyen jellegzetes valami színű alsógatyája volt, és akkor ő abba is aludt. És mi így szóltunk is, hogy hát most azért az nem egy nagy dolog, hogy 5 gatyát meg 5 zoknit elhozol. Hát meg este kiöblíteni azt az egyet is, hogy reggel megszáradjon. Hát tessék, ki csinált már olyat, hogy kifordított egy boxer alsót. Na őszintén, nem volt tiszta, fogtad, fordítottál rá egyet, ugyanazt vetted, vagy ugyanazt vetted föl. Tehát ilyen azért egyszerűen már mindenkivel megesett, nem? Hogy nem volt tiszta, benyújtál, jó, na. Gyere a papához. Mondjuk, ha máshol alszol, például, még mikor fiatal voltál, és reggel ugye ott öltöztél, hogy nyilván nem vittél magaddal alsónadrágot, akkor előfordult, hogy az ember ugyanazt visszavette, és egyébként menni kellett a melóba, hát az akkor elvesztette. Volt ilyen, hogy kitelepülésen Ferivel alsónadrágot cseréltünk, mert se ő nem hozott, se én. Az a nagy, emlékszel arra, hogy barna zsebes gatyára rajtam. Na, az volt. Na, az volt. És én pedig ilyen magas hangon beszéltem egész nap. Nem tudom, valahogy a csajoknál nekem ez meg döbbentőbbnek tűnik. Tehát valahogy egy pasinál az, hogy most egy boxeralsót kétszer vesz föl, az valahogy... Ne tegyük elfogadható kategóriába. Nem tudom, de valahogy kevésbé tűnik. Aha. De csajon ugyanaz a bugyi van két napon keresztül, az melegebb, ott azért több minden történik. Tehát, hogy... gondolok, tehát, hogy azért... Tehát, hogy ez durvább. Azért az sokkal durvább, nem? Én szerintem nálam ez legutóbb a katonaságnál fordult elő. Tehát én képtelen vagyok visszavenni. Tehát úgy, hogyha elmegyek valóba, otthon előfordul, mert általában mit tudom, este sportolok valamit, akkor az soha nem veszek tisztát. Tehát, hogy az volt, ami rajtam volt napközben, azt szépen elhasználom még este mozgáshoz is, és azt
már nem is rakom be egyébként a szennyes közé, mert elpusztan az összes többi ruhadarab benne a szennyes közé. Külön helyen tárolod a boxeresztőt? Igen, ilyen rettenetes kínok között múlnának ki, úgyhogy az rögtön megy a mosógépbe. És akkor reggel meg nyilván tisztázod, de én nem tudom. Hát a mosógépbe úgy megy, hogy először berakod a kádbolt, megtaposod, és akkor a taposás után megy a mosógépbe. Most ezeket a közhelyeket megint kell. Kis taposás, kis fürdés, Jani tapos, család fürdik, és akkor onnan megy be a mosógépbe. Egyébként nem tudom, de hogy nekem így az oknik mellett a boxeralsaim is eltünedeznek. Tehát most vagy a Viki az, aki ezeket elveszi, de azt veszem észre, hogy én nem hagyok el egyet se. Tehát, hogyha boxeralsóba megyek el, boxeralsóba jövök haza. Tehát általában nem hagyom el. De valahogy mindig van egy 20-25 boxeralsom, és most megint egy ilyen 8-10 darab van. Én nem tudom, ez egy ilyen megfejthetetlen rejtély, hogy mi történik. Beni, nem árulja a neten, mint a relikvia. Ha igen. Milyen nagy lenne. Beni, mit csinálsz? Apám, adjál már, fönn vagyok a vateránon. Árulom a kacsáidat. Nincs esetleg olyan női alkalmazott, aki elvinné mondjuk relikvia. Viának. De van egy ilyen nagyon helyes kis takarító néni, Erzsikének hívják. Én egyszer már hazamentem titokba, hogy nem hallott, hogy nyílik a garázskapu, mert biztosan, hogy rajta kapom, hogy egy boxeralsó van a fején, és azzal jár. És úgy takarít, Erzsike néni, tessék levenni a boxeralsót. De nem tudom. Nem láttam még úgy. Nektek nem tűnik el? Vagy lehet, nektek? Hogy magával visz elfogyott a nózia ez a kámfol. Nem tűnik el nektek? Vagy nem tűnnek el az oknik meg az alsókat? Soha? Nem. Tehát szerintem az okni is a háztartás egyik legnagyobb rejtélye. Hogy nekem minden csak a szívük változik. Igen? Jó, hát az összemosás miatt. Az oknik is olyan, hogy nálam folyamatosan fogynak az oknik, és nem tudom megmondani, hogy hova tűnik. És rosszul vagyok tőle, mert nincs a mosógépben, nincs a mosógép mögött, és egy ilyen 6-8 hét után érzem, hogy mintha megint kevesebb zoknim lenne. Mosógép, és nem tudom, hogy miért. Mögébe csúszva. Hát vagy fiók mögött. Vagy az fiók még, mögött, az még egy ilyen sarkalatos. Teletömött a fiókot, és előbb vagy utóbb mindig föntre becsípődik egy-két zokni, ami aztán később a fiók mögé esik be. És aztán ilyen évekkel, amikor már nem tudod becsukni a fiókot, akkor jössz rá, hogy igen, basszus, de nekem nem van fiókos a gardrób, hanem ilyen polcos. Aha. Tehát nem, nincsen fiókok. Hello, Anna! Hello! Nem neked a komornyik. Ja. Neked a komornyik agy, aki az oknidat. Igen. Nem. De ezt úgy kell tudom, hogy neked az okni komornyik agy, mert valami oda sem néztem. Bocsánat. Anna, bejöttél? Hánynapos a bugyid, vajjál. Minden nap, ez undorító. Tudod, én a metróba érzem minden sokszor. Minden nap undorító. Nem, minden nap váltok. Hát ez nem, ez... De szerintem ezt hozza az ember. Ha így neveltek föl, akkor azt hozod otthonról. Tehát ez biztos, hogy így van. Karinát is minden nap tiszta bugyival indítom az óviba. Engem is így neveltek föl. Figyelj, az otthoni minták azok nem mindig meghatározók. Például az édesapám nagyon szerette a vászon a zsebkendőket. Én nem annyira szeretem őket, sőt. Na jó, de a maga az igényesség, az, hogy mondjuk azt mondom, hogy erre nevelnek, akkor szerintem az rendben van. De például a metróban annyi szekrényszagú ember van. Tehát, hogy kifejezetten ilyen szekrényszag, ez az állott szekrényszag. Jó, hát szegény. Ez mit jelent, hogy otthon is állott a szekrénye? Nem. Tudod, mit csinálnak? Ki, szerintem fölakasztják a ruhát, nem mossa ki, hanem így föl van akaszgatva. Lehet, hogy szekrénybe, lehet, hogy csak úgy lóg, mit tudom, és föl visszaveszi. Jó, de az azért is úgy lehet, mert ugye, mit tudom én, nincsen annyi bútor otthon, és egyben vannak zsúfolva a ruhák. És attól ez még tiszta, vagy tiszta lehet, csak hát ahogy mondod, szekrényszaga van. Szekrényszag, igen, ilyen állott szekrényszag. De miért szagolgatod az embereket a metrón? Persze, amúgy egy végig megszagolod? Vagy szekrényszagú, ez az. Ül mellettem érzem, hogy milyen illatok terjengenek, de hogy hova tűnnek a gatyák, arra akartam én igazából mondani, mert én is eltüntetem a Péterét, hogy nem tudom, Viki hova teszi, de én tudom, hogy hova teszem a Péterét. Szanálom őket. Miért, mert sáfrányosak, és akkor kicsit úgy érzed. Nem, így az neki szabadságot. Igen, kis alsógatya, menj te már, megjártad a hadakutyát. Nem, az megbenne, mert az a mosógépbe kerül, utána szárít. Nem, hanem kidobom őket. Kidobod őket? Igen. Uh-huh. Tudod miért? Nem, hát kimosni nem lehet. Nem. Ne tudjuk meg. Hajlamosak vagytok hordani olyan alsógatyákat, ami még nektek jó, még fölveszitek. De már festik az a vastag gumi mondjuk a boxereknél, már elvesztette a rugalmasságát, már nem olyan, és tünedeznek el. És akkor titokba dobálod ki az alsógatyát? Igen, és az oknit is kidobom. Uh-huh. Igen. Ez ugye nálunk is ez történik, hogy titokba dobálja ki. Kidobja. Igen. És nem veszek újat, vagy hát nem vesz ő magának, és akkor hogy már megint ennyi alsóm van? De, hát szanáltam. De én nem vizsgálgatom a wikibugyjait. Mert mi kidobjuk magunktól, mert olyan igényesek vagyunk. És veszünk másikat, hogy már gáz. Ti nézitek a Viki, már nem a Viki bugyeit, hanem nézitek. Hát, én mindig. De annyira elutasító ebben a témában, nem is értem. Nem együtt dolgozunk, de... Nem vagyok Nuni Irisi.
Én szoktam. Mi a Viki bugyjait nézni? Nem, ja? Én szoktam így időzét csekkolni, mert nagyon helyes kis bugyjai vannak Móni. Már felveszem magadon, vagy hogy? Nem? Ja, hát nézzük, Lyukas, ez a bugyi, felveszem. Oké, okay. Elment a Pennybe akkor. Most felkapom ezt a kettőt. 30 perc, gyorsan felpróbálok. Felkapom ezt a kis bugyit. Szóval, hogy akkor ezeket önként kidobálják a háziasszonyok, és ezért tűnik el. Én szerintem igen, ez az egyik ok, tuti. Hát ez. A csajoknak jó, mert a csajok be tudnak tenni ilyen különböző betéteket, nem? Tehát a pasi, bár tisztaság szempontjában, tehát higiénikusabbak mégis a nők egyébként, nem? Hiszen azért egy valami magára adó nő, azért be tud rakni egyet, de nekünk nincs ilyen férfi betét, nem? Hát még nem hallottunk róla. Van egy, de az már az öregkori. Jó, hát az már igen. Igen. Az már egy picit más. Kíváncsi ennek mindig azokra a kutatások, ezeket hogy csinálják, hogy áll egy ember az utcán, és oda megy valaki, és azt mondja, hogy ma tiszta alsó van-e rajta? Ki az, aki bevallja? Ki a kérdező biztos? Ki vallja be? Igen. Hazud neki az emberek? Tehát ezek hogy készülnek ezek a kutatások? Vagy asztal mögött valaki beírja, hogy 10 azt mondta, hogy igen, 8 azt mondta, hogy nem, 1 millió ember. Mert akkor ezek szerint, ha 20% a nőknél, akkor 1 millió nőn ma használt bugyi van. És 1 millió pedig, ja igen. Ugye? Hát 5 millió nő van, akkor 1 millió nőn ma reggel használt bugyi van. Szerintem az lehet, hogy nem kevés. Az lehet, hogy a kutatók, a kutatóintézetben 20-an vannak, 10 nő, 10 férfi. Nem kell senkit megkérdezni, ott vannak ők reprezentatív mintának, megkérdezi, és aztán leír, hogy 10 nőből ennyi van, 10 férfiből ennyi van. Érted? 20-an vannak, megkérdezgetik egymást, azt kész. Nem kell itt nem dolgokra gondolni. Britek kutatták egyébként? Nem, nincs ott ez az ember kutatás, nincs, de nem írja, hogy ez most magyar kutatás, vagy brit kutatás. Az a baj, hogyha abból indulunk ki, hogy ezt senki nem szívesen vallja be, hogy van-e rajta tiszta vagy nincs, akkor valószínűleg sokan hazudtak, tehát nem 80%, hanem az csak 70 vagy 60. Hmm. De mi van akkor, hogyha mondjuk olyan emberrel dolgoztatnak, igen, aki mint az orr, aki itt volt a parfümőr, és ő szagol. Van egy ilyen gatya, és akkor megkérik, hogy engedje meg, hogy megszagoljuk, legyen kedvenél. Nem azt, hogy te mit vallasz be, hogy érzi azt a finom tisztaság illatot, vagy érzi azt, hogy már nem kell ahhoz mit tenni, akik érzékenyebb orra van, bevonják a kutatásba. Hm? Lehet. Egyébként igen. Álommeló lehet. Szagol egyet. Álommeló. Megengedi? Igen. Igen, jöttek jó SMS-ek. Nálunk is eltűnnek az oknik, nem vagy egyedül. A fiam szerint az UFO-k viszik el. Balázs, figyelj az Erzsi nénire, évek múlva árverezi majd az alsóidat. Ez Erzsó küldte nekünk. A múltkor a gyereken láttam az oknim. Mondom, de jó, az oknid van, kérdés, tetszik? Válaszom, mindig is tetszett. Írja nekünk egy hallgató. Én napközben mindig lecserélem az alsógatyát, főleg a beszarom, kazi köz. Ez de jó, hogy kora reggeliznek, ez fantasztikus. Fantasztikus. Igen. Szekrény szag, van szekrény illatosító szappanna, az a kemény, van, rendesen hánytató. Van, tényleg, így van, igaz. Igen? Hirdatlan büdös az, tényleg. Olyan, mint a gyertya, ilyen viaszos anyag, és így ki kell nyitni, iszonyat. Tehát, hát ez a Wunderbaum az kanyarban nincs, ami lóg a taxikba. Semmi. Milyen ilyen párnákat szoktunk betenni a ruhák közé? Ez a, mi ez? A levendula párna? A levendula, az tökéletes. Az jó, az egyébként tényleg jó, és a tetvek meg a molyok is kiállnak a ruháimról. Olvastam a levendula. Vagy átmásznak egy másik fagba. A levendula. Találtam egy részt, erre gyertek. Itt még szabad a pálya. Na jó, van, hát érdekes kutatás, minden esetre aggasztó. Egyébként, ha ez valójában az eredmény, de szerintem itt még csúnyább dolgok derülnének ki, ha valóban mindenkinek kötelezőszerűen igazat kellett volna mondania. Na, jönnek a hírek, aztán hívjuk Erdei Zsoltot, hogy most mi a helyzet az ő meccsével, meccsel, nem meccsel, visszavonul, nem vonul, mondjon már valamit, nem? Mert most újra fölröppent a hír, hogy bunyózik, nem bunyózik, kötelek közé lép, ezt olvasom, azt búcsúzik, olvasom. Vagy nem búcsúzik, igen. Kecskeméten, ott lesz a következő gála, és így Európa bajnoki övért fog majd ringbe szállni, és azt mondták, hogy hát, hogy ha jó formában lesz, meg esetleg feldobnak neki egy világbajnoki címmérkőzést, akkor nem fejezi be, de egyébként meg igen, de aztán lehet, hogy mégsem, de igen. Igen, kevés a konkrétum, úgyhogy megpróbálunk belőle valamit kiszedni, jönnek a hírek, aztán Erdei Zsoltot hívjuk mi is. 3:48 lesz pontosan, 2 perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hideg van, az eső itt Budapesten nem esik, számos helyen köd van, csúcsosak az utak, úgyhogy hát igen, sok jóval nem tudunk szolgálni azoknak, akik most indulnak. Gyorsan egy-két friss közlekedés, csak hogy mi a helyzet az utakon. Pécs Komlói út 100 méterenként baleset, Pécs határában nagyon csúszik. KPM ki a melegedőből. Üdv Tomi. Miért drukkol Tomi ennyire a KPM-nek? Ezt nem értem. Mindenki a KPM-től fél, meg utáljuk. Mi az, hogy KPM ki a melegedőből? Miért jó? Hogy menjenek ki és sózzák az utat.
A KPM nem show, a KPM mér, meg tengelyt mér, meg mit tudom. Igen. Én. A KPM és a kamionosok ugye nincsenek túl jóba, a Tomi nem tudom miért drukkol ennyire a KPM-eseknek. Vagy ő a sózókra gondol, lesz, az nem a KPM. Az nem. Pécsi jó fok között gyakori jegesedés. Hol a KPM? Kérdezi Tamás. Akkor lehet, hogy a KPM az, aki... A KPM sóz. Nézd már utána, Jani. Nem tudom, a KPM miért, de lehet, hogy a KPM sóz. Nem azt hittem, hogy az a készpénzemnek a rövid. Igen. Sopron és Kopáza között a 81-es főúton üvegszilánkos az út, egy konténerről hullott le. És súlyos baleset a Kerepesi úton a Stadion Hotelnél a belváros felé, hatalmas torlódás, aki tud, kerüljön, ezt pedig Peret küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, mi pedig hívjuk Madárt, Erdei Zsoltot, aki ugye úgy néz ki, hogy újra a szorítóba lép, és az érdekesség ebben az, hogyha minden igaz, akkor Magyarországon, hogy ez most búcsúmeccs vagy nem, ez ő tudja legjobban, minden esetre mi drukkolunk, hogy legalább lássuk még egyszer bunyózni. És most a legfrissebb hírek szerint talán márciusban, ugye? Szorítóba lép. Kecskeméten? Aha. Kecskeméten egy gálán. Ez azt jelenti, hogy egy kecskeméti ajánlat pariba tudott lenni mondjuk egy amerikai ajánlattal? Az nem, nagy dolog. Nem a kecskeméti ajánlat, ezt ugye majd elmondja egyébként pontosan, Rácz Félix-el szerződött, a Félix Promotion-nel szerintem, és ők szerveztek neki egy meccset. Na de ezt mondom, hogy lehet, hogy kapott egy amerikai ajánlatot, de a Félix olyat ajánlott neki, ami a kettő egálba van, az nagy dolog. Elviekben az amerikai ajánlathoz képest jobb ajánlatot Aha. kapott a Félix-től. Az nagyon kemény, igen. Na jól van, megkérdezzük akkor Erdély Zsoldot, aki már itt is van. Madár, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, szervusok! Hello! Na, mit mondtunk olyat, ami hülyeség volt? Helyek közben mondhatok hülyeséget is, de többnyire azért próbáltatok rá. De ezért szerez bennünket. Jó, akkor nevezd meg a hülyeségeket egyenként. Mi volt a nem igaz ebből? Na, hát valóban a Félix-el írtam alá egy szerződést, és tényleg pariban tudott lenni az amerikai ajánlattal, már csak azért is, mert ugye Magyarországon boxolhatok, és mint egy ős patrióta, én megmondom őszintén, hogy nagyon nagy örömmel fogadtam ezt az ajánlatot. Anyagi szempontból is jobb volt ez az ajánlat, valamint hát tényleg ez elsősorban ugye az volt, ami ez mellett döntött, hogy Magyarországon boxolhatok feltehetően egy búcsúmérkőzést. Ez címmeccs lenne? Tehát ez egy nemzetközi címmérkőzés lenne, Madár? Így van, ez a WBO Európa bajnoki címmérkőzése lenne, és március 8-án, tehát nőnapkor egy könnyen megigyezhető dátum. Zoltán nap is van, tehát mindenkinek kedvezel ezzel. Mit is jobb egy igazi nőnapi bunyónál, egy jó hát csajos bunyó, nem? Hát az csajjal boxolsz egyébként? és boldog nagyon, nőnapot! Nagyon viccesek vagy. Balázs inkább azt mond meg, hogy megszáradtál-e már. Ja. Már miért? Vagy miért? A Wundersen óta megszáradtál el. Ja, a Wundersen óta megszáradtál. Nem felejtem el azt, amit bevallottál nekem a sminkszobában. Azt én kijátszhatja bármikor. Úriember vagyok, azt nem mondom el. Jó, sose felejtem el az arcodat, ott ültél mellettem, amikor szájon csokoltam a Janit, az abban az adásból. Igen, igen, azt meg én felejtem. Sőnyi pillanat volt. Nagyon jó, a gyerekek, hát én egy egyszerű vidéki srác, hát ez a csóká. Ja, Madár úgy kellett fellapátolni onnan, az volt az, amikor ugye reagálva a Szilárdos ügyre, igen, száján csokoltam a Janit. Figyelj, akkor 3 hónap az jó, hát akkor kellőképpen neki lehet, hogy 2 hónap inkább már úgy mondom, nem 3. 7-7. Igen, 7-7. Az alatt fel lehet készülni, vagy fel tudsz készülni? Hát persze, hogy fel lehet, már csak azért is, mert én már elkezdtem a felkészülésemet 4,5 héttel ezelőtt, tehát összesen 12 hetet hagytam erre a felkészülésre. Ezt azért tudnotok-e, hogy ez nyilván, hogy a bejelentés tegnap volt, az nem azt jelenti, hogy a döntés akkor született meg, tehát én akkor erre a mérkőzésre én már gőzerővel készültem. Ugye nekem volt egy amerikai ajánlatom is január 31-ére, ami az időszűke miatt, valamint azért, mert nekem Amerikába kellett volna utazni, nem jött létre, mert megmondom őszintén, én sokkal nagyobb előnyben részesítem azt, hogy Magyarországon léphetek a kötelek közé. És ki lesz a madár, akivel boxolsz, madár? Új, de jó! Nem lesz madár. Igaz, hogy nincs ellenfél, nem lesz madár, hiszen ez csak egy címmérkőzés lesz. Itt azért össze kell rántanom magamat, tehát tökéletes felkészülés, 100%-os odaadás kell ahhoz, hogy én ezt a mérkőzést hozni tudjam, és ráadásul ugye Magyarországon boxolok, valamilyen szinten igaz, hogy ez egy fantasztikus örömforrás, de ugyanakkor egy
kis nyomás is, hiszen nekem itt teljesítenem kell, és a közönséget is ki kell szolgálnom. De olvastam hát, a Félixnek... Még mindig nem tudjuk, hogy ki a madár. Igen, hogy kivel fogsz boxolni. Nem tudjuk, igen. De valószínűleg a héten, de legkésőbb jövő héten már az ellenfélnek a kilépés meg lesz. Olvastam a Félixnek a nyilatkozatát, és ő azt mondta, hogy ő elviekben nyitott arra, hogy ennek a dolognak legyen folytatása. Tehát, hogyha te úgy döntesz mégis, hogy tovább boxolsz, illetve úgy érzed magad a ringben, ahogy kell érezned magad a ringben, tehát tökéletesen, és esetleg még egy világbajnoki címérkőzés is kinéz, akkor talán még folytatod is. Még az is elképzelhető. Ez most egy vízválasztó lesz ez a mérkőzés, valamint a felkészülési időszak. Itt le tudom szűrni majd azt, hogy milyen állapotban vagyok, és tudok elég motivált lenni egy esetleges világbajnoki címmérkőzésre. És ilyenkor az, hogy egy jobb ajánlat, ez elsősorban anyagilag jelent jobb ajánlatot? Tehát, hogy te itt mégis azért név vagy, címeid vannak, Magyarországon boxolsz, míg Amerikába betörni, ugye azért ez egy teljesen más piac, más feltételekkel. Tehát egy ajánlat, az mitől jobb ajánlat? Ez mit jelent? Nem csak anyagi szempontból kell ezt nézni, hanem mint ahogy az előbb is mondtam, nekem Magyarországon boxolni egy búcsú mérkőzést, azt hiszem, hogy ennél jobb ajánlatot kaphatok. Ugyanakkor azért Amerikába kiutazni ez egy nagyobb macera lett volna. Az amerikaiakban már nem bízom annyira, mint amennyire szeretnék, vagy kellene, hiszen a legutolsó mérkőzésemen úgy érzem, hogy nem voltak eléggé mellettem. Tehát nem csak az anyagi részét kell ennek nézni, hanem mint ahogy mondtam, Magyarország, valamint az, hogy egy bizonytalamba kéne kimennem, amikor itthon tulajdonképpen a saját hazámba boxolhatok. Szerintem ez... Azért ez nem mindegy, persze. Ha mérlegre tesszük, akkor valószínűleg ez nyom többet alatba. Hány kiló felesleg van most rajtad? Mennyit kell majd ledobni? Még van egy 4 kiló feleslegem, ami nem vészes, de azt kell mondanom, hogy a korral azért egyre nehezebb ezeket a súlyokat ledobni, úgyhogy azért rendesen oda kell figyelnem a táplálkozásomra. Tehát akkor karácsonykor még oda tetted magad, bődölt ez zabálások, és utána január 1-től vége volt? Csak nem, karácsonykor is azért úgy, ahogy figyeltem, tehát nem volt az a 3-4 kilós plusz súlyfelvétel, ami egyébként egy karácsonykor szerintem teljesen normális minden embernél, hanem akkor is tartottam a súlyomat, most pedig elindultam lefelé. Figyelj, és nyilván az embernek eszébe jut ilyenkor már, amikor így közeledik a civil élet, hogy ha mondjuk ez az utolsó, akkor utána mit? Nyilván ezen te is gondolkoztál, hogy hogyan tovább, mik a tervek, vannak már? Természetesen tulajdonképpen fel van építve az egész életem, hiszen nekem az Erdély Zsolt Sport Egyesületben a klubomban edzősködni kell, illetve fogok, illetve szeretnék, valamint a Madárfészek Akadémia is most indul, ugye 21-én lesz a megnyitó, tehát nekem lesz bőven foglalatosságom akkor is, hogyha én már tulajdonképpen letészem a lantot. Úgyhogy ez a jövő. Maradok a boxnál, cipész a kaptafánál, és ha nem aktív sportoló leszek, hanem edző, szerintem az is egy gyönyörű szakma. Hát hogy nem, persze fiatal tehetségekkel dolgozni, persze, meg hát mondjuk a neveddel csinálsz egy iskolát, hát nyilván akkor azért oda sokan mennek, tehát ez egy jó... Az egy jó dolog. Jó, mindenféleképpen beszélnénk még jó madár veled, hogy áll a felkészülés, mik a pontos hírek a bunyorról, egyfajta én exkluzivitást kérve, ha lehet tőled. Azt hiszem, vagyunk ilyen nexusban. A meccs előtt még mindenképpen hívnánk, jó? Nagyon-nagyon drukkolunk, de beszélj még mindenféleképpen. Hívjatok. Igen, csókolózó hülyék. Hajszállított, majd küldök. Küldjél hajszállított. Te csibész, csak annyit mondok, csibész voltál. Ott is csibész voltál. Hogy nem, igen. Egy pohár se esett rád. Madár, nagyon drukkolunk neked, vigyázz magadra, és jó felkészülés. Köszönjük szépen. Erdély Zsolt Madár, köszönjük szépen, ciao. Hello. Hogy nem, ugye? Egy pohár se esett rá azon az ominózus párbajon, amikor párbajoztunk. Így van, nem lett vizes. Hát beszélt a gyártás vezetővel, hogy melyik pohár hol van. Igen. Na jól van, hát egy utolsó jó meccs, akkor arra elmehetnénk, nem? Egy újabb meg nem valósult közös program. Kecskemét nincsen messze. Gyerekek, nekünk Airplane sincsen messze, meg a közös lovaglása, meg a foci meccs, amit beígértünk, nekünk semmi sincs messze. Tudod, ott egy jó éttermet is. Meghívhatsz minket. Ja. Figyelj azért, a Félixtől meg a Madártól kapunk pár VIP-jegyet, hát menjünk már. Menjünk.
Menjünk, Kecskemét tényleg nincsen messze. Ledöngetünk az ötösön. Megyünk az én autómmal, lemegyünk, drukkolunk egy nőt, kiordítjuk magunkat, aztán vissza. Nőnap van, vindik el a feleségeinket is. Menjünk, legyen ez egy ilyen csajos, na? Egy jó csajos program, lányok. Fröccsen a vér ránk, törölgetjük a feleségeinket. A ringből kiszálló vércseppeket letörölgetjük. Nem, nincs kedvetek egy ilyen közös meccs nézésre? Hát pláne, hogyha utolsó meccs lesz, akkor meg. Akkor igen, azt meg kell nézni mindenféleképp. Jó, írjuk a többi közé, jó? Szerintem. Ne, beírjuk a telefonba, most március 8, madár meg. Igen. Figyelj, csak mondom neked, hogy ugye múltkor szóba került a Balaton kör. Hogy ugye lesz majd ez a kis történet, és Feri tökéletesen ráfűzött a dologra, az ott többször szóba került köztünk, és ő elkezd készülni rá. Tessék, mezünk lesz, saját mez. Te is jössz, nem? Hetente merül föl új program. És te is bekapcsolhatsz majd Skype-on. Gyerekek, tekerni ott 180 km töri a nyereket. Ha még 260. Nem. Nem? Ahhoz, nem? Ahhoz nekem nincs kedvem, ebből kimaradok. Nem vagyok olyan, én 200-at nem tudok letekerni. Na hát, vannak hiányosságok. 18 km per órás átlagsebességgel. Igen? Jó, ha odaérünk, meglátjuk, jó? Na. Még nem mondok rá dologról. Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Tényleg meg se kérdeztük a Norvit, hogy mit tegyen a madár, nem? Új felkészülési időszakban pedig fontos. Normi, mit tegyen? Vágli. De jó, biztos, hogy... Vágli. Semmi más, Norbi? Vágli. De valami olyat, ami nem hisz, olyat nem tudná neki mondani? Vágli. 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 Na jó, ebben a mennyiségben azért már szerintem már sok lenne. Halló, jó reggel! Sziasztok! Hello! Kata! Kata! Igen. Szia! Kata, honnan hívsz minket? Tiszavárkony? Igen. Szerintem te vagy az első tiszavárkonyi hallgatónk, akivel játszunk. Na azért. Csak az egész biztos, emlékezte volna rá. Valószínű, igen, és hallottam még. Már munkában? Nem, itthol vagyok, nem sokkal viszem a gyereket oviba. Na, milyen kis kényelmesen indultok. Hát Ovi, ez még nem szív, az 8:30-9-re be lehet csúrodabálni. Meg nem kell messze menni, félek, tehát egy tiszavárkonyban ugye nincs nagy távolság. Nem, itt van körülbelül 2 percre, úgyhogy... Na. Az jó, az nagyon jó. Jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi. Beru néni, figyelj, ez még... Oké. Okay. Ó, hát a kis luk. A kis luk. Tápos? Csecsre vár? Igen, de sajnos csak Beru néni van otthon. Igen, a kis luk nem viheti messzire a melleit. Igen. Játszhat vele, csak ne vigye messzire. Nehogy rajtuk üssenek a bucka lakók. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj, Kata. Oké. Okay. Na 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 na. Ó, hát ez nem új? Nagyon nem. Jó, azt mondják, hogy Mr. B. Mr. B! Gyertek! Szerettem ezt a számot gyerekkorom. Gyertek, ez jó. De várjál, ezt ki mondta, az óvodás gyereked? Azt mondta, hogy azt mondta. Nem, a férjem. Ja. Oké, tettem fel, éjszakás volt, és felfeltettem. Szegény. De megérte. Meg, jaj, de jó. Nagyon ügyesek vagytok. Ez Mr. Big, egy daluk volt. Mi van? Volt már, igen, már. Mondj még egy slágert a Mr. Bigtől. Most mondj még egy slágert. Nem. Akkor egy daluk volt, vagy nem? Ebben a melodikus rockban nem vagyok annyira otthon, tehát a Mr. Biget én kifejezetten nem csípem, de ők azért egy nagyon komoly kis zenekar voltak. Kérek tőlük még egy slágert most. Mi? Kérek tőlük most még egy slágert. Akkor egy slágeresek, vagy nem? A Wild World például. Ez egy irgalmatlan jó zenekar egyébként. Vagy volt, hát most nem tudom, hogy prosperálnak-e. Nem az én műfajom, de ők nagyon jó zenészek. Ha hallgattad te őket, nekem úzzal. Aha. Amikor szerelmes voltál, akkor csak beesett egy Mr. Big sláger. Kata, ügyesek vagytok. És köszi szépen. Van egy klassz kis ajándékcsomagotok, küldjük nektek, jó? Ja, de jó, köszi szépen. Örülünk, hogy így örülsz. Hát, hogy ne örülnék. Jól van, küldjük nektek, jó?
Szép napot. Oké, köszi. Nektek is. Sziasztok. Ciao, hello, hello. Sziasztok. Most nézem egyébként, hogy Tisza Várkonyi születésű Kővágó Zoltán olimpiai ezüstérmes diszkoszvetőnk is. Yes. Szuper. Az Eurosporton az Eurosporton játszik gyerekek Rafa Nadal, az Eurosport 2 Roger Federer, hát kellenél több? Hát olyan izgalomban vagyok, kapcsolgatok ide-oda. Aha, te nem vagy flamos felé. Valami jó, egy kávét is innék. Gyerekek, csak észre az evés, mert jön Tóth Gáborunk, az élelmiszeripari mérnök, és belevágunk az elmentes övezetbe. Van még valami jó híred már? A teniszen meg a Gáboron kívül. Tenisz és elmentes övezet. Figyelj, el fogok dicsekelni neki a kókuszos tejberizssel. Na, mondd el neki, amit már az ő hatására készítettem. Igen. Elmentes övezet, kukacmorningshow.hu. Ez a rovat címe. Ide várunk kérdéseket. Hozott egy pár levelet Gábor, amit meg is válaszolt. És egy újabb érdekes témával készült, úgyhogy bele folytatjuk a hírek után. 8 óra múlt pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Eredmény jöjjön, nem? Nem? Mindegy, ha nem. Oké, okay. Oké, okay. Nem. Ha, akkor köszönjük, nézzük a legalább lesz, nem? Gyerekek, hát ez most olyan, mintha falat mászna egyszerre Miguel Nishikori, meg Yabuel Kamamoto, érted? Ja, a két nagy falmászó. Neked meg egyszerre főzdett Jamie Oliver, nem tudom, a spanyol háromszoros Michelin csillagos étterem vezetője, meg nem tudom. Tehát körülbelül ezt érzem most én. Szoktuk mi ezeket mondani. Nadal, Eurosport, egy Roger, gyerekek, hát itt csodálatos dolgok vannak, de nem mondok eredményeket. De hát ez egy unalmas meccs, most látjon. Igen, nézd, látjad, most látjad, hogy ez egy kavicsal játszik. Pontilag nagyon korrekt vagyok veled szemben, mert soha nem repülök rá a nyelvbotlásaidra, légy szíves, te is ezt figyelem le. Jó, mert különben akkor most ettől a pillanatok kezdve, akkor tudod, mi lesz? Jó, látjom, kart, igazad kikart. Van. Látjom, most oké, igazad van akkor. Na, de most meg sem botlott a nyelvedet, egyszer megszokott. Jól van, na. Csak látom, hogy lázban vagyok, hát most így csinálják. De ne, nincsen vele gond, csak ez annyira egyoldalú ez a meccs, nem látod? Roger meccs egy kicsit egyoldalú, de addig jó, amíg egyoldalú. Na, közlekedési hírek, nézzük, hogy hogy állunk jelen pillanatban, mi a helyzet az utakon. Eger mínusz 2 fok, szépen süt a nap, ezt Kata küldte el nekünk. Ez jó hír, nem? Nagyon. Legalább az, hogy szép idő van. Valaki azt írja, hogy madár abszolút megél, mert ha befutcsol a boxolás, akkor még mindig tud egy Mátrában nyitni egy éttermet erdei vendéglőnével. Öt pontos. Jó vagy. Imádom ezt. Jó vagy. Nagyon szeretem. A Mátrában lesz egy kis vendéglőn, erdei vendéglőnével. 66-os út Pécs-Komló út kivezető szakaszán egymástól 100 méterre két baleset is történik. Az autók pont a kanyarban állnak óvatosan, mert beláthatatlan, hirtelen kell fékezni. Küldte nekünk egy hallgató. És igen. Hát most egyelőre nincs friss közlekedési hírünk. A Bayern, mert kérdezitek, sokan lesz, nem sokára sorsoljuk, az elmentes övezet után hangzik majd el a kérdés, csak azért utána, hogy még lássuk a kérdéseket, mert egy 8-10 ezer SMS jött be tegnap is körülbelül, és mindenféle túlzás nélkül a Ronaldo mezre, akkor viszont leborul az SMS falunk letérdel, úgyhogy ha Gábor elment, akkor utána jön majd a Bayern mez. Ha valaki Bayern drukkel, szereti a Bayern München, nem lesz nehéz a kérdés. Hmm. Ugye? Jani, te ezt nem, te tudod? Nem. Mindenképpen egy olyan kérdés fogunk választani, amit illik tudni a minden egyes Bayern fanatikusnak. De nem lesz nehéz. Tényleg nem lesz nehéz. Jó helyre fog kerülni, reméljük. Egyébként most éppen Bebével SMS-ezgetek, küldött pár Mr. Big Schlager. Csak hogy... Ja jó, most az megint egészen más, hogy valaki hallgat minket és segít és küld, mint egy olyan egyslágeres zenekar, hogy itt ültünk hárman és nem tudtunk mondani még egyet. Te aztán mondtál még egyet. Ha, de én is csak gépből. Na miket küldött még a Mr. Big-től? Na most meg kell akkor nyitni. Hát van a Shine. Figyelj, azt mondja, hogy... Sláger volt, igen, Mr. Big Shine. Óriási. Most beugrott és azonnal gondolom. Ha mesélhet számokat kérte volna, akkor jó. Azt tudtam volna, engedel, de azt mondja, hogy Colorado Bulldog. Hát Colorado Bulldog, hát az akkora dal volt. Mr. Big Colorado Bulldog, gyerekek, az összes listán fenn volt éveken keresztül. És még ennyi? Ha már becsukta a franc. Ja, jó, adjuk. Na, csütörtök van, ezt tudjátok, mit jelent? Hogy holnap a péntek? Istenem, hogy tényleg, hát miféle tudatmódosítót kell hoznom nektek, hogy értsétek. Elmentes övezet. Jaj, hát tényleg. Neved magad a Gábor, nem? Mindig ilyenek. Ne törődj ezzel. Na, egy érdekes dologról beszélgetünk ma. A húsgyártás és a tejgyártás melléktermékeiről, amit eladnak nekünk.
megvásároltatják velünk. Veled. Mi pedig jó ízűen fogyasztjuk, mert nem tudjuk, hogy mit veszünk. Mert nem csak a tejgyártásnak a melléktermékeit vásároltad, én a húsgyártásét nem, legfeljebb a kutyám. Na, ezekről beszélgetünk már is az elmentes övezet. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezik, az ételeinket mérgezik, az állataikat pusztítják. De egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztó, antibiotikummal szennyező, lejárt savatosságú ételeket cikkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázzsal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Azon gondolkoztam, hogy picit arcos ez a szignál, hogy az elmentes övezetbe veled lépjenek be az emberek, mikor tulajdonképpen aki hozza az okosságot, az a Gábor. Gyerekek, aki ezt elindította, aki ennek teret adott, aki ezt a rovatot kiharcolta, akit ez a dolog érdekel. És ki az, aki a taxicsekket adja? Balázs! Szemetek majd. Hello Gábor, jó reggel! Szia! Hello. Én azt gondolom, hogy Balázs egyfajta mentornak is fölfogható ebben a műsorban. Na, hallod? És külön köszönöm, hogy fölkarolt és mögé állt az egészségvédelemnek. Azért azt el kell mondjam, hogy itt az asztalon, ugye így, ahogy szétnézek, látok tápiók a szirupot, Feri vonzás körzetében. Ez nem én tartozik? Voltam. Itt maradtam. Nem gondolod. Itt én voltam. Ezt én használom. Igen. Én nem édesítem a kávémat, úgyhogy nálam, nekem cukor sincs, úgyhogy. De az a céklás dolog, amit a múltkor itt elejtettél, az úgy láttam, hogy nagy hatást gyakorolt itt az emberekre, ezt mutatják a mélek is, úgyhogy ilyet még mondjál, légy szíves majd. Szokott lenni. Elmentes recepte volt, így van. Azt direkt spec neked, az elmentes recept volt a múltkor itt pénteki, ezért most csülök lesz. Igen, az a baj. Jövünk vissza. Kompenzál pacallal. Nincs az a baj egyébként. Lehet azt is, nem? Nincs az a baj. Mértékkel kell. Hát majd menjünk ebbe is bele. Lehet, hogy még a mai műsorban is sikerül. Na, hoztál egy pár levelet, mert hogy nagyon sok levél jött ugye az elmentes övezet kukacmorningshow.hu e-mail címre, és egy párat kiszedegettél. Milyen típusú kérdések jönnek? Az embereknek vannak tüneteik, és szeretnék, hogyha megerősítenénk azt, hogy vagy valamilyen szakemberhez küldenénk, hogy mégis mit kell velük kezdeni. Van, akinek fáj a gyomra, emésztési problémái vannak, van, aki gombára gyanakszik. Volt egy hallgató, illetve egy hallgató, aki írt levelet, és végül is kiderült, hogy ugye a műsort hallgatta, beszéltünk itt az érzékenységekről, és kiderült, hogy valós. Tehát elment szakemberhez, és azt látja, hogy valóban gluténérzékenysége van, gyaníthatóan. Tehát egy kicsit szembe kell, hogy dicsérjelek benneteket, mert ennek a műsornak van ilyen hatása is, ezt most szándékosan mondom el azok számára, akik esetleg kicsit fújolnak a műsorra, hogy nyilván nem mindenki ért egyet bizonyos információkkal, de a hasznosság az már látszik. Mondtad, hogy hentesek is írtak nekünk, ugye? Hogy igen. Ők is. Igen, te ipari dolgozók, illetve önmagukat megnevezni nem kívánó húsipari dolgozók, akik nagy részben aláírták azt, amit itt el szoktunk mondani, tehát látják, hogy mi történik az iparban, nyilván nem általánosított jelleggel, de ott, ahol ők dolgoznak, ott valóban van sok minden a termékben, aminek nem ott a helye. A különböző érzékenységekről még lesz majd egy rovat, hogy az ember ezt honnan tudja, hogy glutén, ugye nálunk mondjuk a Benny gluténérzékeny, Viki laktózérzékeny, tehát abszolút érintettek vagyunk, de arra majd egy külön rovatot szentelünk egy csütörtököt, hogy milyen tünetei vannak, és egy vérvételrel egyébként mennyi mindenre tud az ember rájönni, és kivizsgálni, és mennyire egyszerűek már ezek a vizsgálatok, és nem is drágák. Pár ezer forintból az egész életed egy pillanat alatt megváltozik, ha rájössz, hogy hosszú éveken keresztül mondjuk azért működtél te rosszul, mert van valamiféle érzékenysége, amit az ember nem is tud. És eszi a tejet, issza mindenféle formában. Közben kiderül, hogy van egy laktózérzékenysége, megoldja, megveszi a laktózmenteset, és megjavul, és meggyógyul. De a bőre, a hasa, a belei, mindene. De egyébként még csak nem is kell az embernek csak és kizárólag akkor laktózmentes tejet vagy terméket fogyasztania, ha laktózérzékeny, mert egyébként egyszerűen könnyen megemészteni, hogyha például megnézni a Gábor a hűtőszekrényüket, hogy most milyen tej van benne, akkor rácsodálkozna a dologra, mert hogy egyébként már laktózérzékenyekre is gondoltunk, akik egyébként köztünk nincsenek. Teszem hozzá, hogy egyébként hány tejről derül ki, hogy laktózérzékenyeknek adnak el laktózmentes tejet, úgyhogy közben van benne laktóz, és keményen büntetik őket, tehát hogy azért itt is megy az átvágás keményen.
így van, az élelmiszeripar maga után hozta azt, hogy ugye a glutént, a laktózt, a tejfehérjét felhasználhatják úgymond segítő adalékanyagként is, és nem mindig jelzik. Most már egyre inkább a Semmelweis Orvostudományi Egyetem hangsúlyt helyez rá, hogy jelezze a gyártó, sőt a törvénykezés is, jelezze a gyártó, hogy ha nyomokban is tartalmaz ilyet. Igen, például a glutén, sokat szenvedtünk az, amire rájöttünk, hogy Benny gluténérzékeny. És kiderült, hogy a legtöbb felvágottban egyébként van, és nem gondolnád, egyébként a jobb minőségűekbe is, ha az ember mondjuk felvágottat vesz, akkor, akkor beleteszik a glutén tartósítás, ez blabla szándékból, és ugye azt hiszed, hogy ugye hát az inkább a lisztes dolgokban van, és benne van ugyan, hogy a felvágottban. És nem tudod, mi a baj a gyereknek, igen, csak fáj a hasa, és különböző tünetei vannak. Na, viszont amiről ma akarunk beszélni, az egy nagyon érdekes dolog, hogy az élelmiszeriparban egyfajta melléktermék gyártás is folyik, vagyis ez tulajdonképpen az történik, hogy egyfajta élelmiszeripari melléktermékeket vetetnek meg velünk, nem azért, mert átvágnak, vagy mert rosszak, hanem mert az élelmiszeripar egyszerűen felhasználja a melléktermékeket is. Gyártási melléktermékekről van szó, tejipari melléktermékek, ha lehet így mondani, illetve húsipari melléktermékek. És erről megint azért fontos egy kicsit beszélni, hogy az ember, amikor jó ízűen fogyaszt valamit, akkor egyébként nem azt mondjuk, hogy ne fogyassza, csak legyen tisztában azzal, hogy mit fogyaszt, miért fogyaszt, és egyébként mit vetetnek meg vele, becsapva az ő ízlelő bimboit, egyfajta tejipari vagy húsipari mellékterméket. Hadd kérdezzek valami nagyon frappáns és lényegre törőt. Miért baj ez? Ez nem baj. Mert csak... hogy én azt gondolom, hogy ezért ezeknek a húsipari melléktermékeknek a nagy része emberi fogyasztásra tökéletesen alkalmas. Csak azért ne dobják ki, ne használják fel mondjuk takarmányozási célokra, mert hogy úgymond melléktermék, és mondjuk nekik ott éppenséggel színhúsa van szükségük, ezért eltávolítják mondjuk a zsíradékot. De azt a zsíradékot miért ne lehetne felhasználni valamilyen más termékben? Hát félek, hogy itt nem a zsírról van szó. Ugye? Igen, mindjárt végigmegyünk, szerintem kezdjük a tejipari melléktermékekkel, hogy mi maga például egy ömlesztett sajt, hogy az hogy készül, és egyébként mit tesznek benne ízfokozónak. Aztán te már eldöntheted, hogy ezt akarod valóban enni, vagy mondjuk egy igazi sajtot, ami nem sokkal drágább. Jó, nézzük a tejipari melléktermékeket, hogy egyáltalán miért használják föl? Lényegében ugye ott tartunk, hogy a krémek és habok világában élünk, tehát a tejből készíthetők ízesített tejtermékek. Na most a tejiparban különböző savók, egyebek képződnek, amelyekből különböző zselésítőkkel lehet gyártani tejipari készítményeket, illetve biztos mindenki evett már jó levegős habos készítményt, mondjuk egy ilyen túróhabot, amiben nagyon sok levegő van tulajdonképpen. Úgyhogy az ömlesztett sajt, a túrókrémek gyártása az mind ilyen típusú termék. Nézzük az ömlesztett sajtot, hogy az például héj és nyesedék, ezt a szót használtad, hogy ezek hogy kerülnek bele, vagy ez micsoda pontosan az ömlesztett sajt? Ugye a sajtgyárban képződik egy csomó héj, egy csomó nyesedék, és amikor a gyártó azt számolja, hogy minél kevesebb vesztessége legyen, akkor ebből a nyesedékből készít valamit. Hát ebből készül az ömlesztett sajt. Az ömlesztett sajt gyártásának a lényege az, hogy ömlesztősót adnak hozzá, és magas hőfokon speciális gépben egy ömlesztett, egy ilyen, hát ilyen zsíros, tejszínes ömlesztett tejtermék áll elő. De tulajdonképpen a sajtnak a kérge, ugye ez a nyesedék? Igen, nem csak ez van benne, hanem minden, ami nem kerül a darabáruk közé tulajdonképpen. Igen, de... És itt hagyd védjem egy kicsit a mundérnek a becsületét, mert én ugye élelmiszeripari termékgyártó vagyok a szakmámat tekintve, ráadásul tejtermékgyártó. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ez a bizonyos nyesedék, ez mondjuk romlott lenne, vagy gyengé minőség lenne, vagy stb., hanem egyszerűen csak bizonyos tejtermékeknek, a sajtoknál is vannak különböző szabályok, amiknek meg kell felelniük, mert akkor nem nevezhetik azt a sajtot olyan sajtnak, amilyen címke felkerül rá. Ezeket a maradékokat, ami nagyon csúnyán hangzik így, hogy maradék, de valójában nem arról van szó, hogy ez egy rossz minőségű dolog. Ezeket összedolgozzák, különböző ömlesztősoknak a hozzáadásával készítenek belőle egy homogén állagú terméket. Ez az ömlesztett sajt. Uh-huh. De ez nem egy káros anyag, vagy nem egy romlott. Vagy, igen, de alapvetően egyébként az emberi szervezet a gyakorolt hatása nem rosszabb, mint ha lehet ezt így mondani, mint bármilyen más tejterméké. Ez igaz. Az a nehézség, hogy amikor valaki mondjuk ömlesztett sajtot eszik mondjuk fehér zsemlével, gyakorlatilag mérhető mennyiségű tápanyagot nem vett föl. És azt hiszi a szülő, hogy a gyermeknek adott sajtot, de ő sajtkészítményt adott, ami magasabb a víztartalma, amiben módosított keményítők vannak, amiben adalékanyagok vannak, stabilizátorok vannak. Ez nem ugyanaz, mint a natúrtermék. Igaz, de ez az árában is meglátszik, tehát hogy alapvetően mondjuk egy átlagos félkemény sajthoz képest ez nyilván sokkal olcsóbb. Igen, csak nagyon sokan úgy nézik, hogy azt gondolják, hogy megvesznek egy háromszögletű sajtot, és ezzel a gyerek sajtot evett. Közben nem evett más, csak egyfajta tejipari mellékterméket, ami ugye nem is sajt önmagában, plusz kapott egy békön arra
aromát, ami szintén nem békön, meg nem sonka, hanem egyfajta aroma, egyfajta ízfokozó, egyfajta olyan, ami robban a szájban, és a gyerek baromira kielégül, de közben nem valódi sajtot evett, valódi húskészítménnyel. Érted? Tehát szerintem lehet ezt tenni, minden meg lehet tenni, csak tudni kell arról, hogy te valójában mit eszel ilyenkor. Lehet ebből fogyasztani naturváltozatot, és abban nincsen semmilyen íz, természet azonos ízfokozó. Lehet belőle natúrt is enni. Ez igaz, de az irány az ízesített. És jobb, hogyha mondjuk margarinnal kenni meg azt a kenyeret. Hát annál jobb, nyilván. Ha megnézitek az üzletek polcain, a natúr termékek skálája csökken, és növekszik az ízesített termékek skálája. Most már ízesített kefir is van, citromízű és egyebek. Tehát látjátok, hogy az ipar afelé mozdul el, hogy ízesítsen. Mert azt látja, hogy abból többször nagyobb mennyiség adható el. A másik problémám az a tejpor. Tehát, hogy a tejtermékek egyre kevésbé tejből készülnek. Nyilván a tejpornak a hátterében is valahol a tehén megtalálható, de lényegében a zsíros tejpor, a sovány tejpor, mint a tejporított formája, általában ez jelenik meg a tejkészítményekben, és azt tudjuk, hogy a porítás során veszít jelentősen az értékéből a tehéntej. Ez igaz, de hogy megintenek egy életleni szempontból nyilván egy gyengébb minőségű terméket kap, mint hogyha mondjuk nyers tejet kapna, illetve friss tejet kapna, de azt is tudjuk, hogy a tejpor az gyakorlatilag teljesen természet, nem természet azonos, hanem természetes, mert hogy csak ugye idézőjelben a víztartalmat távolítják el belőle, és úgy válik gyakorlatilag tejporrá a tej. Tehát abban nincsen semmi plusz adalékanyag. Igen, igen, ez igaz. Amikor viszont visszakeverem, és tejé alakul, már nem ugyanaz a termék. Nem ugyanaz a termék, sőt, ebben igazad ugye van. A porítás során allergiának. De természetes. Ha. Mi teszik például egy békörös háromszögletű sajtnál? Milyen aromákat teszik? Adalékanyagokat teszik egy gyerek például, nem? Ízfokozókat, adalékanyagokat. Stabilizátor, zselésítő anyag, módosított keményítő, ugye a korábban említett sovány tejpor, nyilván jönnek az aromák, színezikeket ritkán raknak bele, és hát maga a tej, illetve valamennyi natúrtej azért szokott lenni benne, úgyhogy körülbelül erről van szó. Olyan sok, úgymond mérgező, vagy kvázi mérgező anyag nincs ezekben a termékekben. Én inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy a natúr termékek felől elindult Magyarországon is, és az egész világon is, az úgynevezett multik esetében az irány a zselésített krémek felé. Mert észrevették, hogy amikor az emberek beleharapnak valamibe, akkor ők figyelik, hogy milyen annak az állománya. Tehát egy állomány érzékenység alakult ki. Most gondoljátok meg, hogy éhesek vagytok, és beleharaptok egy jó tejszínes sajtba, egy ömlesztett sajtba. Annak milyen az ízérzékelése? Ugye az egy kellemes íz, hozzá harapsz mondjuk fehér kenyeret, és eszel hozzá margarint. Ugye ebben a dologban, amit most felsoroltam, ebben én három problémát látok. Az egyik az ömlesztett sajt, a második a fehér kenyér, a harmadik pedig a margarin. Ugyanez a fajta zselésítés, ez megvan a húsiparban, nem? Ott is vannak úgynevezett melléktermékek, nem? Igen. A hús nyesedék kérdés egy picit már komplexebb, mint a tejipari kérdés, mert itt már nem pusztán minőségügyi gyengülésről van szó, hanem másról is. Ugye az állatok csontját, ínszalagjait, ízületeit is felhasználhatják. Nyilván az agyvelőt, a gerincvelőt, ezeket nem nagyon, nem jellemző, de a csontrendszerének jó részét, ízületeit, inait felhasználják, illetve a bőrt. A bőrből készül ez a bizonyos bőrkepor, és ezt a bőrkeport előszeretettel használják a húsiparban, a virslikhez, a párizsikhoz, és elterjedt az a kifejezés, hogy márványozott felület. Ezt nem tudom, hallottátok-e biztosan, amikor aszpik kerül hozzá, nyilván hívhatom kocsonyának, kollagének, bárminek. A lényeg az, hogy ez a vágható víz, ahogy szokták nevezni, ez egy zselésítő anyag. Nagyon sok kollagén belekerül a felvágottakba, a virslikbe, ezért ilyen olcsók. És az a baj, hogy Magyarországon az emberek árérzékenyek, ami nem baj, csak ilyen esetben ez hátrány, ugyanis színhús, minőségi hús, nagyon keveset tartalmaznak ezek a termékek, és ez inkább ugye zsírszalonnát, tehát ipari szalonnát tartalmaz, bőrkeport tartalmaz, a nitrites pác sót, aminek ugye feltételezettem van egy nitrozamin képző, egy rákkeltő hatása, és ott vannak az egyéb, mint a szójafehérje, az esetleges gluténfehérje, de ha megnézitek, mindegyik zselésítő anyag. Egy párizsit el tudsz mondani, hogy nagyjából miből áll? Tehát, hogy ugye sokszor ez a szülőnek nem egyfajta felelőtlenség, hanem egyfajta anyagi választás. Tehát, hogy nem mindenki tudja megvenni a téli szalámit, ez teljesen érthető. Mi sosem azt mondjuk, hogy tessék megvenni jóval drágább, vagy nem azt javasoljuk, csak jó, ha a szülő tudja, hogy például egy párizsit ad a gyerek kezébe, és mondjuk választhatna valami más, de a gyerek a párizsit eszi, akkor mondjuk az esetek nagyobb százalékában mit teszik meg. De onnantól kezdve, hogy ledarált ez és mi van benne.
Általában képeznek egy húspépet, amiből lesz egy beágyazott húspép. Mitől beágyazott? Hogy beágyazzák zsírba, zsírszalonnában. Ez változva attól függ, hogy ez éppen szalámi vagy virslin, tehát milyen a nedvesség tartalma, és ehhez adnak hozzá további ipari szalonnát, ehhez adnak nitrites sót, ehhez kerül hozzá az esetlegesen a szójafehérje, a glutén, a módosított keményítő. És itt darálják be a különböző csontrészeket apró pépesre darálva? Tehát akár az is bekerül? Ez egy külön megoldás. A csontvágó az ugye úgy működik, hogy az úgynevezett véres csonthulladékot az beteszik a csontkutterbe. Ez emberi fogyasztásra alkalmas, ahogy már Jani korábban mondta, tehát ez egy azonnali halált nem okozó termék. És amikor a csontkutter, ez a kutter ez ugye egy késes vágó, a csontkutter először szilánkos csontpépet hoz létre. Ez egy bivaly erős késes vágó rendszer, ami mindenféle csontból és inakból egy pépet csinál, de ez még így nem ehető, mert szilánkok vannak benne, és ezt nyomják át egy szilánkmentesítő szitán. Most csak lerövidítem, és ugye a szilánkok fönnmaradnak a szitán, a pép pedig átkerül, ezt nagy hőfokra emelve és hozzákeverve ehhez a beágyazott húspéphez, elképesztő mennyiségű vizet lehet hozzátenni, ez felszívja a termék, és utána, amikor lehűtöm, akkor az egész megdermedés egy vágható, úgymond párizsivá válik. És kész is a fincsi étel. És kész is a párizsi. Hogy azért ezt érdemes tudni, hogy ez a technológusra van, meg a gyártóra van bízva, hogy az arányokat hogy találja el. A csomagolásra jelölni kell, hogy mennyi a hús aránya, illetve mennyi a zsír arány, van-e benne glutén, van-e benne szójafehérje. Mitől lesz ilyen színe például? Tehát a színt mitől kapja meg? A nitrit, ugye a pác sóban van benne ez a nitrit, ez stabil piros színt képez a vérrel, a vér mioglobinjával. Tehát egy kémiai folyamat miatt lesz ilyen igen, szín az ételnek. Igen, felszokott merülni, hogy van-e vér a termékben, tehetnek bele vér, de egyre kevésbé. Ugye amióta szójafehérje van a világon, azóta a vér az egy háttérbe szorult termék, mivel elég romlékony, tehát nem mindenki dolgozik vérrel, de elvileg felhasználható nem csak a véres hurkához, hanem a felvágottakhoz. A vérnek bizonyos alkotó elemei. A lényeg az, hogy ezzel egy stabil és hőálló piros szint képez, csak nehogy valaki azt gondolja, hogy azért szép rózsaszín a hús, mert hogy olyan friss és olyan jó minőségű volt a hús, hanem azért, mert a nitrit mennyisége egy nagyon szép, ilyen fixált és stabil szint ad neki, ami főzhető, süthető. Egyébként a húsipar ezzel a technológiával nagyon, nagyon sok pénzt keres, hogy ezt a szint létre tudja hozni. Mert ez az bizonyítottan káros a nitrit, ez a pácsol, tehát erről kimutatták, hogy ez rákkeltő, vagy csak rákkeltő lehet? Mindenképpen nitrózamint képez a gyomorban. Itt a szakma azt kérdőjelezi meg, hogy kinél okoz rákot és kinél nem. Nyilván nem tilthatják be, mert nem igazolható, hogy mindenki rákbeteg lenne tőle. Statisztikailag sem tudták még igazolni, de hogy nitrózamint képez, ez biológiailag már bizonyított. C-vitamin bevételtől függ. Tehát amikor azért adnak hozzá az kovinsavat. Igen, részben a terméket is védik, részben hát igyekeznek bennünket is, de az kevés. Tehát ehhez nekünk savanyú káposztát kell hozzá ennünk. Megmondom őszintén, én ilyen szempontból azért látok problémákat ezekben a hústermékekben abszolút, mert hogy a gyermek gyomrában mi mindent csinál a bérrendszerében, azért azt időnként látnunk kéne, vagy hallanunk kéne. Gábor, az nyilvánvaló, hogy minden apa meg anya szeretné a prémium minőségű termékeket megvenni, meg a lehető legjobb minőségű hústermékeket, vagy húskészítményeket a gyerekének, de ha nem engedhetik meg maguknak, akkor mit javasolsz? Akkor mit adjanak a gyereknek? Az én gyermek és ifjú koromban az én édesapám vett pulyka mellett, lesütötte, és azt vágta szeletekre. Mintha ez eltűnt volna. Én ugyan már nem fogyasztok húst ismert okokból, és Janihoz csatlakoztam az életmódomban, de aki húst szeretne enni, az akkor húst tegyen, és ne hús utánzatot. Én azt mondom, hogy ne engedjük becsapni magunkat. Egyébként én amióta hallottam a húsról 10 éves koromtól kezdve, mindenki kívülről tudja, hogy a párizsiban minden benne van, ami nem oda való. Ehhez képest én azt hittem, hogy megtörténik az a nagy áttörés, hogy hát akkor, ha tudjuk, akkor váltunk. És ahhoz képest még nagyobb. Bocsánat, csak három gondolatot ehhez, hogy nem kell lesütni, mert a pulyka mellett le kell. A kettő,
sokkal, van egy olyan íze, ami ugye a gyerek számára például marha jó, és a harmadik meg az kéne, hogy amikor fél kiló parizert megeszel, amellé oda teszel 10 dekát ebből a lesütött pulyka mellből, amit édesapád csinált neked, és sokkal több élmény van benne, csak macerás, érted? Igen. Ennyi, és ezért hajlandók vagyunk. Tehát a munka miatt, igen, amit be kell fektetni. Jó, folytatjuk, milyen nagyon sok kérdés jött, jó, megválaszoljuk, vagy megpróbáljuk ezeket a kérdéseket is megválaszolni, és van egy e-mail címe is a rovatnak, ez az elmentes övezet kukac.morningshow.hu, Gábor ezeket megválaszolja adáson kívül is, ide is lehet természetesen Gábornak e-maileket írni. 9:05, mindjárt jövünk a hírek után. 3:49 van, pontosan jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és az elmentes övezet zajlik éppen. Gábor még itt van, hogy megválaszoljon egy-két kérdést. Ugye ilyen belik termékekről beszélgettünk, amik nem feltétlen kifejezetten károsak, csak mégis jó tudni az embernek, hogy hogy készülnek a húsipari, tejipari úgynevezett melléktermékek, amit aztán ugye az ember meg tud vásárolni. És hát érdekes dolgok derültek itt ki különböző húsipari készítményekről. Gyerekek, benneteket egyszer betonba fognak önteni, de még mielőtt megkötne egy fél ország, szalad majd kiszabadítani benneteket. Nagyon jó és hasznos a műsor, csak fokozzátok és nyomjátok durván. Ez Vízi küldte nekünk. Na nézzük egy-két kérdést. Azért veszünk Párizst a gyereknek, mert nagyon szereti. Egy üzletláncban egy bizonyos párizsi kétszer annyiba kerül, mint a füstölt tarja. 2400-2500 forint per kiló. Ez nem anyagi megfontolás. A drága párizsi feltételez egy kis minőséget, kérdezi egy hallgató. Valószínű, hogy a benne lévő hús, az a 20-valahány százalék, az egy más minőség. Én úgy érzem, hogy inkább egy brandről van szó, inkább a név az, ami miatt ez drágább. Ez drágább lehet. Tehát ha a csompépet ki is váltott színhússal, az akkor is csak 20-valahány százalék. Tehát az összes, igen, többi ugye az a zsír lesz, az ipari szalonna, meg az állományjavító. Igen, ha esetleg a kedves kérdező tudna segíteni abban, hogyha megvan még a címke, hogy hány százalék, tehát konkrétumokban szeretek én is gondolkodni, hogy hány százalék benne a hús, össze tudnánk hasonlítani egy átlag párizsival. Meg a csirkemel, ugye, amiről ti beszéltetek az előbb, meg a pulyka, amely le van sütve, az meg 100% hús. Így van, és a gyerek meg azért szereti, mert azt kapja. Na most azért ez is megtévesztő, ez a 100% hús, mert például megveszel olyan gyerek filmek által szeretett dobozokban előállított, panírozott, előre fagyasztott ő dolgot. Ezért mondja a sima lesütött amit, hús. Amit sima lesütött, igen. Én csak mondom, hogy például panír, és rá van írva, hogy 100% csirkehús. Ez is egy mekkora megtévesztés. Megfordítod és megnézed, és azt látod, hogy összetevők 62% csirkehús. És a 62% csirkehúsnak a 100% a csirkehús. Érted? Uh-huh. Tehát, hogy mert az abban még lehetne egy csomó minden más, ami ugye a húskészítményhez adnak, és rájössz, hogy erről nagybetűkkel 100%, megfordítod, 62% csirkehús. Viszont és a 62% a 100% csirkehús, de a maradék 40% az nem 100%. Tehát ezért ezek ravasz megfogalmazások. Én megmondom őszintén, azt nem értem, hogy mitől lesz jobb ízű egy párizsi, mint egy naturhús. Amikor naturhúst is lehet fűszerezni, ugye rengetegféle fűszerkeverék van, olyan finom ízeket lehet kialakítani, vagy én... Hát ezt te neked kéne tudnod, hogy mi van benne. Én ki nem állom, nálunk nagyon nincs ilyesmi, de hogy mégis a gyerek Gábor egyszer már nem emlékszik rá. Én ifjúkoromban vízizűnek éreztem a pár, és nyilván füstölt pácolt, ezzel ugye ízfokozzák, és egy naturhús az nem füstölt pácolt. De annyi konyha technika van, amivel szójaszósz, vagy bármilyen olyan dolog, amivel lehet egy kicsit ízesíteni. Szerintem a párizsiban nem csak az íz, hanem az érzet. Kicsit nyálkás, kicsit aszpikos, jó beleharapni, van egy ilyen ízrobbanás a szájban, úgy érzed, hogy az nagyon jó. Beleharapsz egy natur pulykába, pulyka mellbe, az akár még kicsit tisztelenebb, szárazabb tud lenni. Egy párizsit már úgy készítenek, aszpikos, nyálkás, kicsit kocsonyaszerű, beleharap, zseléeffektus, ugye ott van, zselét tesznek bele, és az egész jó beleharap. Jön egy füstérzés, hát az most igazi füstölés, vagy füstaroma, ugye ez is egy más kérdés, de hogy mégis effektíve van egy nagy ízrobbanás a szádba. És ugye ez az átvágás, még egy natur lecsütött csirke, mert mindenféle fűszer nélkül, hát mondjuk meg őszintén, igen, de az tud baromi unalmas is lenni. Igen. A magasabb pulyka hús tartalommal reklámozott virslik például jobba kell, kérdezi Norbi. A virsliknek majd egyszer szentelünk egy külön adást, most nem akarok nagyon belemenni, csak ezt megválaszolni. Általában valamivel jobbak. A pulyka volt a kérdés, ugye? Jól értettem. Igen. A pulykánál arra kell vigyázni, hogy ott is ipari szalonna kerül bele, tehát sertészsír van a termékben. Ezt nyilván azok számára, akik mondjuk a sertészsír vagy a sertéshústól meg ilyen termékektől óvakodni szeretnének, azok számára mondom, hogy még a baromfi felvágottakban is
meg kell nézni, rá van írva, sertészsír van. Tehát a sertés zsír és a sertés anyagai ott vannak egy pulyka felvágottban is. Itt is azért jobban jár az ember, megvesz egy jó nagy pulyka combot, aztán megspékel egy kis fokhagymával, füstölt szalonnával, be a sütőben. Csak itt megint az merül fel, hogy kinek van erre ideje, mondják, gondolom most sokan otthon. Most tényleg, ne Gábor, ezt ne mondjuk, hogy kinek van erre ideje, mert körülbelül 5 perc. Én támogattak benneteket. Sokan nem főznek ám, meg sokan azt gondolja, hogy megveszi a húzdak a párizsit szeretelve, este ráteszi a gyereknek a kenyére, egyszerűbb, mint olajszag, megsütni, tehát hogy ez nem effektív emberi gyengeség, egyszerűen nem főznek. Vagy hétvégén, amikor nézed a tévét, kolléga úrnál, nem te, hanem aki ugye nem főz, akkor tessék nyugodtan egy ilyen pulykacombot megspékelni, ez 5 perc, betenni a sütőbe, és közben nézed a tévét nyugodtan, kész van, felszeleteled, és ott van szinte egész hétre a gyereknek 10 órai vacsora, egy szelet hús, nagyobb ízélményt ad, sokkal és az unalmas, de ezerféleképpen ízesített a csirke, erről meg nem is beszélve, mert az meg így sül meg. Igen. Én parizert nem igazán eszem, gépsonkát annál inkább érdekel, hogy ebben mennyi a sonka, vagy hogy úgy egyáltalán ez hús-e, Gaben kérdezi. Alig, hanem ez nem hús, tehát ez is egy sonkás termék, hogy attól lesz gépsonka, hogy egy picit magasabb a hús arány, de a párizshoz képest nem tudok túl sok okosat és jót mondani még hozzá. Nyilván nem véletlenül nem sonkának hívják, hanem gépsonkának. Ez egy töltelékes, füstölt, pácolt, sonka alapú hústermék, amiben benne vannak hasonlóan azok a komponensek, amik a párizsiben, és ettől lesz az a, ha jól értettem, akkor mondtad, hogy ezt a zselé feelinget, tehát ugyanazt itt is produkálják. És olyan vékonyra vágják, hogy gyakorlatilag kétdimenziósá válik ugye a gépsonka, tehát hihetetlen gazdaságos, mondjuk, hogy valaki ilyet fogyaszt, és a cégnek sem kis üzlet. Hmm. Bakker, még egy ilyen elmentes övezet, és átállok legelni. Szeretném mondani, hogy én a hétvégén ettem húst, kukoricahúst ettem, és kókuszolajban sütöttem meg a sütőben. Na, tofu majonézzel fogyasztottuk el a vendégeinkkel, ízlet mindenkinek. Biztos vagyok, mert hozzá már nekünk. Igen, csak mielőtt Gábor egy ilyen mondata után, igen, többen benzinnel kezdik locsolni saját magukat. Azért az fontos, hogy csinálunk majd egyszer egy olyan adást, arra is gondoltam, hogy összehasonlítjuk azon termékeket, amiről azt gondoljuk, hogy baromi drága, és azért nem veszük meg a gyereknek, egy tábla csokoládéval, egy fél kiló cukrozott kakaóporral, egy aszalgyümölccsel, tehát hogy milyen alternatívák vannak ugyanabban az árkategóriában. Mert szerintem ez is fontos, hogy az egész egészséges táplálkozásról sokan gondolják, hogy persze, de az milyen baromi drága. Ugye ezt te is mondod sokszor, Jani. És készülünk majd egy olyan a Gáborral, amikor ugyanazokat az árukat hasonlítjuk össze, de mondjuk egy tábla agyon cukrozott csokoládé helyett, mondjuk egy ugyanolyan édes természetes cukrokat tartalmazó, mondjuk asszal cilva készítményt, ha összehasonlítasz, nem jössz ki drágában. És mégis sokkal egészségesebb termékeket adsz a gyerek kezébe. Tehát nem mindig árfüggő az, hogy tudsz egészséges lenni, vagy nem. Hogy lehet feldobni például egy egészen unalmas hétköznapi tejbegrészt is úgy, hogy mondjuk a búzadarát lecseréljük mondjuk kukoricadarára. Vagy egyéb kis okosságok is vannak. Egyébként én is támogatnám azt, hogy ez a műsor, ha el tudna menni még egy picit abba az irányba, hogy megoldásokat adjon, mert így is szeretnénk, nyilván mindig hozzátesszük azt, hogy akkor ehelyett mit, de lesz megoldás. Az előadás sorozataimon is nagyon sok kérdés van. Az emberekből dühöt vált ki, amikor lebeszélik valamiről, ezt én is tudom, ez egyszerű pszichológia. Az a kérdés, hogy helyette mit? Amit javasolunk, az elérhető-e árban? Megvásárolható mondjuk itt a környéken, mondjuk egy órán belüli, vagy fél órán belüli utazással, stb. Ebből én szeretnék majd készülni, hogy ezekről is beszélgessünk, hogy a gyakorlatban akkor én vagy illetve a reformtáplálkozásról hogyan táplálkoznak, mennyibe kerül ez, hiszen nekem sincs magas fizetésem, és nem költök többet, mint régen. Máshogy étkezem, megmondom őszintén, kevesebbet eszem, mert jobban telít az, amit most eszem, egy zapkása, vagy egy ma reggeli gyümölcsirizs, egy ugye barna rizs megfőzve gyümölcsirizs után, az ember délutánig alig éhes, tehát nem kell 5-6-szor enni egy nap, sokkal kevesebb szer, tehát én nem jövök ki rosszabbul anyagilag sem, mint régen. Igen, ez egy nagy tévhit. Jó, innen folytatjuk, elmentes övezet kukac morningshow.hu. Itt nagyon sok kérdés allergiával, mindenféle érzékenységgel kapcsolatban, amik SMS-be jöttek, ezeket e-mailben az előbb említett rovat címre, vagy e-mail címre lehet elküldeni, Gábor az összeset megválaszolja. Jó, fönt a honlapon a morningshow.hu-n ott van a rovat visszahallgatható, és ott van az e-mail cím is, ha valaki szeretne Gábortól tanácsot kérni, ahogy látjuk a megválaszolást. Szólt leveleket, az összeset megválaszolod. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. A többit pedig e-mailben kérdezzétek. Jó, mi pedig hármas ugrást játszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok, Enikő vagyok. Szia. Enikő, hello Enikő, jó reggel. Hello, jó reggel. Hol hallgatsz minket, Enikő?
Balatonakaratján. Ó! Fura egy télen valakit a Balaton környékéről. Megint olyan nyugi van, szép. Igen, csöndes. Nagyon jó, csöndes. És nyáron a vendéglátó? Diófokon vagyok, fél óra alatt Fehérváron, 50 perc. Budaörs. Másfél óra Varsó, négyes fél óra Rostock. Á, abszolút. Pontosan, itt elszorolok mindennek, hogy mihol van. Igen, nagyon jó. Miért abszolút a kérdés maga? Mit csinálnak az emberek télen a Balatonán? Ott élnek. Igen, pontosan. Miből élnek? Úgy már jó a kérdés, mert nincs turista. Hát mi másból élünk. Igen. És akkor mit dolgozol? Mit mondtál? Én háztartásbeli vagyok, egyébként gyerekápolónő a szakmám. Ó, az szép, az szép. Ma már volt egy háztartásbelink, illetve nem ő, ő aludt még, a gyermeke játszott. Igen, a lánya igen, az Adél, igen, hallgattam. Igen, Adél próbált minket nagyon verni fekete-fehér igennemben. Hát most remélem nekem sikerül. Na meglátjuk. Nem a fekete-fehérre, de ezzel sikerül. Milyenek a kérdések, Jani? Úgy érzem, hogy menni fog neki az úgy első érzem? Kettő. Az első kettő. Első kettő közé. Na meglátjuk. Dedikált nyakbakasztóért így szól az első kérdés. Igen. Melyik a dél-amerikai kontinens legnagyobb területű országa? Brazília. Wow! Nagyon jó. Mehetünk tovább? Megyünk, persze. Azt mondja, hogy így szól a második kérdés dedikált Klassz FM-es Morning Show szatyorért. Ó, de jó. Bizonyám, szóval a háziasszonyok nagyon szépen. Majd ha meg lesz, haló, haló, majd ha meg lesz. Ja, igen. Hány elnök arcmását vésték az Egyesült Államokban található Rushmore-hegy oldalába? Ne kapkodj. Hú, ez már nehezebb. Hát azért második kérdés. Hát csak tippelni tudok. Három. Ez a nagy klasszikus, ugye, hogy látod a négy elnököt, hogy kőből kifaragva, fehéres, tört fehér színben, megláttad a képet, biztos, hogy beugrana. Washington, Lincoln, Jefferson és Roosevelt. Négyet akartam mondani. Na mindegy. És még bumozni se tudsz. Nem szépítek. Igen, Enikő nem tud bumozni sajnos. Köszi a játékod. Én is nagyon szépen köszönöm, és nagyon szép napot nektek, és önnek is nagyon örülök, hogy játszottam veletek. Mi is örültünk. Hello, Enikő, köszi. Hello, sziasztok. Ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hát igen, ez rövid volt. Ugye? Jó, a Bayern München-es meszt ígértük 8 óra a környékén, ezzel picit megcsúsztunk, úgyhogy 9 óra után jön a kérdés. Jó, ha valaki szeretné megnyerni a Bayern München mezét, Ribéry, Beckenbauer és... az a srácok még, aki mindig velük van. Igen, és ügymörög. Igen, így a Jupp Heynckes. Jupp Heynckes aláírásával egy igazi relikvia Bayern München fanoknak. Itt van a mez. Úgyhogy jön a kérdés nem sokára. 3 perc múlva, 9 óra, itt vagyunk a hírek után. 9 óra múlt, 10 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, csütörtökön, itt vagyunk, már csak egy munkanap. Hey! Ja, igen. Jó, hey! És vége a hétnek. Annától kaptam ajándékba két különböző ropogtatnivalót is a péntekre, péntek estére. Chips buli lesz. Puh. Abba tudod, hogy mi van? Azt majd egyszer kérdezd meg. Az, ami egy hónapig meg, vagy 5 hónapig áll egy zacskóban. Igen. Hú, nem tudom engem. Nézd rajtam, hogy visszariadtam tőle. Na jó van, persze. Beteg vagy tűzszögtél, mi van? Nem, valami, egy morzsa a torkomra ment. Egy elmentes szendvicset vettem, és... Aha, helyesen tetted. Jó, de tudod, ami nála egy morzsa, az nálam félve, mi kenyér. Hát, Istenem, kinek mi jut az életből? Hát, tehetek én erről? Igen. Ami neki egy falat, az abban te belefulladt. Te milyen ja, érdekes, hogy kint van a Vámos Miklós a meccsen. Mit lát, tényleg, hihetetlen. Hát, ki van írva egy csomó helyről, hogy Vámos. Ahogy a Nadal játszik, vagy a melyik. Így van. Ja, ilyen nagy táblákkal rajongók írják, hogy Vámos. Olvastuk az új könyvét, Vámos úr. Mert itt rengeteg külföldi jár, és nyilván hoznak, visznek ezt, azt kell oda egy Vámos. Figyelj, a spanyolok nagyon szeretik Vámos Miklóst. Roger behúzta a gyerekek. Rafa pedig a harmadik szetnek a vége jár, és 5-2-re vezet, úgyhogy... Na. Jó, a gyerekekkel játszanak. Félek, hogy hamarosan találkoznak, sajnos. És akkor annyi a terafádnak. Ja, nem, és akkor Roger búcsúzik, igen. Roger nem fogja tudni megverni egy Grand Slam-en Rafát, de lehet még előtt a Congával találkozik, mert egy ágon vannak, nem tudom. Minden esetre nem jó. Nem jó a sorsolásunk. Azt kell, hogy mondjam. Na! Felejtjenek. Te is ki vagy, mi? Akkor is kész vagyok. nem bírod már hova tenni, hogy vajon kivel játszik Roger most a megnyert meccse után. Oké, jöjjön a kérdés.
Szeretnénk kedvezni a Bayer fanoknak is egy jó Origi, az aranylabda diátadó gálán aláíratott Bayer München mez van nálunk. Ribéry, Franz Beckenbauer, már a két névben magában nagyon nagy szó, és Jupp Heynckes. A Bayern München egykori, most már ezt lehet mondani, mert ő visszavonult, az egykori mester edző aláírásával. Gyerekek, gigasztárok vannak a Bayern München mezen, és már gyanítom, hogy legalább ugyanakkor lesz az érdeklődés, mint a Real mezőjátos, legalább annyian szeretik a Bayern Münchent is, aki néz német focit, meg szereti a Bundesligát, ezt a csapatot biztos legalább annyian vannak, mint akik spanyol focit néznek, igen. Nem? Úgyhogy ez egy nagy relikvia. És gyönyörű a mez egyébként. Szerintem szebb, mint a Real mez, azt kell, hogy mondjam. Jobban néz ki. Jobban néz ki. A Bayern München mez itt volt nálunk, sőt itt is van. A Facebookon fönn van mind a két fotó, meg tudjátok nézni. Valahogy jobban néz ki. Nyilván a dolognak az eszmé értéke számít elsősorban, de ettől független ez a Bayern mez, ez nagyon tud. Na, dobd a kérdést, János. Na. Vamos, János. Nos. Dos kérdos. Por favoros. Ja. A kérdés nagyon egyszerű, főleg egy Bayern München rajongó számára, és így hangzik. Mi Franz Beckenbauer beceneve? Ezért adunk mezt. Ezért minek jöttem be. Ezt mindenki tudja. Tehát mi Franz Beckenbauer beceneve? Egy közismert becenévről van szó. Komolyan. Hát ez annyira banál, annyira pakatel, annyira. Na. Itt meg is ragadnám a lehetőséget, és elnézést kérek mindenkitől, ezért a kérdés. Valaki már elküldte a jó választ, 7-es. Vagy most jött meg a tegnapi SMS-e. Igen, picit megcsúszott a dolog. 7-es, az a Cristiano Ronaldo messzáma, ugye? De nem. Jó, ha egy pici indoklás, hogy kinek lenne a mez, miért szeretétek megnyerni, mióta drukkoltok, vagy ha valakitek drukkol, az kicsoda, és mióta, az mindig jó. De valaki csak elküldi a jó választ, lehet, hogy olyat választunk, ugye azzal sincsen baj. Van egy SMS számunk, ezt mindenkinek tudni kell, aki játszik. 06-70-645-00-00, ide várjuk tehát Franz Beckenbauer becenevét. Bayern München szurkoló, ez abszolút alap. Jó, a Facebookon lehet gyönyörködni a két mezben? Mindjárt lehet gyönyörködni a két lefotózott mezben, az egyik már elkelt, az egyik pedig most fog elkelni. Na, egy újabb kutatás, ha már ilyen kicsit tudományosak vagyunk ma, egy újabb kutatás állítólagosan a köldök méretéből, színéből, állagából, formájából, tapintásából kiderül, hogy ki milyen szerető. Az állagából is? Hát kis túlzást tettem, mert tudod, hogy mindig van egy kis túlzás abban, ahogy felhájpolom a témát. Egy kutatás szerint amilyen a köldökünk, olyan szeretők vagyunk. Na, kérlek benneteket, mesztelenítsétek le a felső testeteket. Látni szeretném Feri. Nekem nem látszik. Feri szajkó fürdetőjé. Igen, kacsahúztató. Gólya. Csak mondom, miközül lehet választani, aztán természetesen csekkoljuk Annáét és a miénket is. Patkóforma, kérdőjelforma, templomforma, oroszlán szájforma, alagútforma, körforma, vagy pedig vessző forma. És ez ugye egy méltatlanul elhanyagolt testrész, ez a köldök valahogy, ugye? Úgy ott van, igen. Nem használod, valamikor szükséged volt rá, levágták, felkorcsosult. Csak némi szőz tartasz benne. Igen, leszáradt. Igen, hát kinek szőz, kinek medence, ugye Feri? Így. Gyönyörű gyerekek. Oda behúzódhattok mindketten, ha baj van. Azt nem tudom, hogy milyen, amikor nem befelé megy, hanem kifelé domborodik. Én olyan köldököt is láttam. Igen, a Pákónak például olyan a köldök. Az a templom, nem? Az a templom, igen. Amikor ugye egy csúcs van rajta. Tehát nem igen, lyuk, az. Egy árok, egy kráter, hanem egy ilyen kis csúcs. Igen, az a templom. Az azért forma. Van, mert ugye át akarták vinni a másik műtőbe a köldök zsinórját. És még nem volt leválasztva. Igen. Nézd, a köldök csonka, hogy leszárad utána, nem? Amikor úgy levágják a gyerekeknek. Utak megvan, elraktátok? Nem a sajátotokat, hanem... Ti elraktátok? Nekünk van első lábnyom, karperec, ugye a kórházba köldökcsont, egy ilyen kis relikvia tartóban van. Első lábnyom, karperec, haj. Mi a gyereket tartottuk meg? Ne, jó. Minden megvan belőle. Keze, lába, haja. Ő viszont nem kellett. Na most komolyan, vannak tudósok, akik a köldököt kutatják? Tehát van valahol egy laboratórium, ahol áll három darab tudós, tesztkérdéseket teszt fel bizonyos embertömegeknek, mennyiségnek, és kutatják, és megkérdezik utána, hogy fotózza a köldököt, majd utána kikérdezi az illetőt a szexuális életéről. Hogy készülnek ezek a kutatások tényleg? Hát összeülnek a köldökológusok, és... Köldökológus? És azt mondja, hogy mivel foglalkozás 10 éve valaki a köldököt kutatja?
Ja, azért ez erre kicsi az esély. Kicsi. Kevés a valószínűsége. Meg szerintem egyébként ennél több forma nincs is, mint amit felsoroltál. Nekem már ez is egy kicsit ilyen megfejthetetlen, hogy van ennyi fajta. Én max mondjuk ilyen három fajtát tudtam volna. Mit tudtál volna mondani? Milyen? Hát a pákóféle, hogy hívják. A dudoros kölgök? Az a legritkább, igen. Szerintem. Igen. Én mondjuk inkább úgy hívnám, hogy tatárhalom. Igen, az elég furán néz ki. Csak egy kis csúcsa van, mint egy sapkának. Igen, nagyon furi. Nagyon furi. Van ez a hagyományos ilyen kis behorpat, ilyen, és van ez a, aminek a teteje ilyen széthúzott egy kicsit. Nem a teteje. Van, ez a... Nem. Ez a kicsit így, most láttam valamelyik nap, tényleg nem azért mondom, de valamelyik nap láttam egy fotót, amit ő maga osztott meg magáról. A Rubin Rékának van egy ilyen típusú. Ja, egy háromszög, ugye? Hogy igen, hogy a teteje egy picit így meg van húzva, vagy meg van feszülve, és van egy pereme. Aha. Lent ilyen kis gömböd, és fönt meg van egy ilyen perem. Te nézed Rubin Réka köldökét? Láttam az újságban, vagy valahol a neten. Volt egy cikk a köldökéről? Igen, mert valaki beszólt neki, köldököm? És akkor igen, ez itt a köldök, én pedig még felette vagyok. Lefotozta a hasát, mert hogy valaki beszólt. Igen, három gyerek után azért az egy has. Igen. Mondjam, hogy volt egy ilyen edzés közben csinált magáról egy fotót, ott azért rend van. Komolyan. Nincs, úgyhogy újra megnyomogatod, egy kicsit 2 centit beszalad a hasnál, aztán ott van alatta az idő. Hát ha el akarod töretni az ujjaidat, akkor igen. Persze. Egy nőnek kicsit szaladjon be, nem? Hát attól nő a nő. Jó, de tehát aki beszól a Rékára, hogy néz ja. ki, az szerintem gondolkodjon el. Igen, tehát, az egy másik kérdés, hogy tetszik vagy nem, igen, az egy eldöntendő, hogy ki hogy szereti, de hogy abszolút korrekt. A melóért respekt. Igen, jó, kinek a köldökével kezdjük, tessék? Hát ha az enyémmel kezdétek, akkor soha többet nem akartok más körbe. Jó, figyelj, kezdjük az enyémmel. Kezdjük a tiédet. Nézzük meg, milyen szerető vagy. Jézus Mária. Cuki. De ne húzz szét. Ez lefelé görbülő szár. János bámozik a köldökével. Engedd el, ne nyúlkáljál hozzá. A te köldököd nem kérdőjelforma, nem patkóforma. Dehogy nem, ez a patkó. Ez a patkó. Hát szerintem lefelé görbülő, ilyen patkó. Alagút, kör. Hát ez vagy a patkó, vagy a kör. Aha. Kör. Na nézzük a kört, jó? Adjuk meg ezt körformára. Adj. Jó? Ebben az esetben valószínűleg sikerült kifognod Anyuci egyetlen kisfiát. Igen? Tényleg. Ez nincs másik fia. Szinte soha nem képes önálló döntéseket hozni, és hamar papucsá válik. Na. Ez a nagygyerek igen hamar állandó figyelmet és törődést fog tőled követelni. Reggelente meg kell csinálni a reggeliét, este pedig a tejbe papít. Jaj, ebben van valami. Hogy el tudjon aludni a kis drága. Mindezek ellenére ennek a pasinak igen élénk az erotikus fantáziája, ám sokszor sajnos ez szégyelli bevallani. Ezt az utolsó mondatot kivéve minden szava igaz, mert igen. Ő bevallja. Igen. Ez a körforma. Tehát ha valaki most megnézte a saját köldökét, és az körforma, az így néz ki. Mutasd a köldöködet, Feri! Nekem nem látod a köldöködet. De mit, hogy nem hát, látod? Hát akkor a hasad. Hát emeld föl a hasadat. Hogy emeljem? Hát húsz. Látod? Hozzátok a kampókat. Nem rossz az. Nem. Hozzatok kampókat és reflektort. Hozzatok kampókat, feszítsétek szét a hasát, valahol van ott egy köldök is. És hozzatok két barlangológust. Ezt megmondom, ez... Ez milyen? A nagy alagút, nem? Várjál, nem, ez nem alagút, nem oroszlán, nem templom. Vessző? Mi az, hogy vessző? Ja, a vessző az a kicsi vékony. Kérdőjel így, vagy patkó? Ez patkó. Mi ez? Hát az maximum itt. Az egyébként ez. Nem. Ezt mire patkó? Adjuk? Mi legyen ez? Most én megmondom őszintén, egy picit tényleg Juli bejött. Mi ez? Patkó, Juli? Patkó? Juli? Mi az, hogy fél a Juli? Ne hátogjál. Félhold nincsen? Félhold? Az a patkó a félhold. Az a patkó, igen. Vagy pedig az oroszlán száj. Ez egy fél. Ez egy nagy kifli kis csillag. Ez egy jó. Ja, még eldöntitek, de én bedugom a kezemet és kérek egy jóslatot. Mondom, hogy hova kell dobni a 200-as. Jó, patkóforma? Igen. Megszavaztuk patkóformára? A patkóforma. Várjál, Uli, ne menjen, megnézzük a tiédet is. Figyeljetek, a szősz, az összegyűlik nektek is a köldökök? Mindenki. Az mindenki. Minél szőrösebb a hasad, annál inkább. Igen. Tehát nekem minden reggel. Fedének olyan mély köldöke van, hogy a van benne sújtó légveszély is szerint. Oda teszed az arcod, így odarán. Na gyerekek, patkóforma. Az olyan férfiak számára, akiknek a köldökének a formája egy patkóra emlékeztet, semmi sem rémisztő. Se a vérfertőzés, nehogy is nem. Nem ijednek meg, ha eltűnik egy cső a konyhában. Sosem tartanak attól, hogy elfogy a pénzük a bankban. Választottad igen céltudatos ember, aki nyitott az élet minden jó dolgára. Vele az élet bizony boldog és gondtalan, az átban pedig figyelmes és gyenge. Meg is vagyunk, köszike! Gyerekek. Meg is vagyunk, halóka! Ha tudom, nem patkóra teszem a köldökét.
Bocsai, de ha ővel vizsgáljuk, akkor csík lesz. Olyan van. De Juli, hát az Juli, más, hogy van egy védelmi vonal az izmok fölött, tudod? Hogy nehogy, ha véletlenül valaki beboxol, érted, akkor rögtön lepattan. Elnyeli a rezgét. Egyébként igaza van, állva patkó, ülve vesző. Így is van. Így van. Így van, akkor a vesző már nem látszik, ha leülök, de... Na, kivettem a szözt, tessék. Fújjuk ki, valaki fújja ki a szözt Balázs köldökével. Tessék. Atya, úristen. Milyen szép. Nem kell zavarba jönni a kockás hasamtól. Tűnleges. Hol? Nem is jövünk tőle. Mert nincs. Mert hol? Ez a csík. Ez a vessző. Ez a vessző. Ez a vessző. Ez nem vessző, ez egy lyuk. Ez egy lyuk. Dehogy lyuk, ez vessző. Ez egy lyuk, olyan, mint egy templomra. Vessző. Tudod, milyen a vessző? Olyan, mint egy szép, vékony vágás. De ez nem az, hát ez egy lyuk. Hát végül is igaz. Igen. Na, mi legyen akkor? Milyen szerencsés vagy, hogy volt halálos a lövés. Alagút? Akkor alagút. Alagút. Hosszúkás mély köldök? Így van. Hosszúkás mély köldök. Mennyire azok a férfiak rendelkeznek ezzel, akik nagyon híjúak. Hogy rohadjál meg? Az ilyen férfit mindig és azonnal kell arról biztosítani, hogy milyen remekül néz ki, és hogy mennyire tehetséges. Azt pedig még véletlenül sem említsük meg neki, hogy az általános iskolás pattársa, akit ő persze bolondnak titulált, kétszer annyit keres. A szexben számára elengedhetetlen a hosszú és gyengéd előjáték. Gyerekek, vannak hibáim, az egyik a hosszú előjáték. Most nem tudok ezzel mit csinálni. Mi az, hogy a pattársam kétszer annyit keres? Az micsoda? Ki az a szemét? Meg kell találni. Viszont annak nagyon örülök, hogy a gyengéd szexre vagy rágyógyulva, így Feri az ideális partner. Jó, nézzük Juli köldökét. Gyerekek, ez egyébként működik, többé kevésbé eddig mindenkire igaz jött ki. Na, Julinak ilyen szép női köldöke van. Ez a templom. Ez a szép. Ez a templom. Nem, nézd meg, ilyen kicsit ilyen háromszög alakul. Igen. Te ezt én templomra tenném. Igen. A templom forma. Egy olyan férfival áll szemben, aki szereti, ha kényeztetik, és hajtja az élvezeteket az életben, emellett mindig mindenben ő akar az első lenni, ez a szexre különösen érvényes, ami nélkül egy napig se képes létezni. Hallod, Juli? Egy ilyen emberrel együtt élni olyan, mint egy vulkán tetején ücsörögni, mivel szenvedélye lobbanékony, szerelme pedig gyakran illékony. Oho. Láttatok már terhesnőt piercinggel? Terhesnőt piercinggel? De hol has hát piercing, a köldök piercing. Volt akkor neked? Nem, nekem soha nem volt, csak az érdekes, amikor elkezd nőni, és így elkezd így felállni így a piercing egy idő után. Mondjuk tényleg, hát mi fordul? A nő has, akkor fordul ki a piercing. Ugye kitüremkedik a köldök, és akkor így feláll, és akkor minden átlátszik. Vicces. Jani már megmutatta? Jani megmutatta. Vágyszerám, írta is megnéz. Mutasd meg neki. Mi az, hogy oroszlán szájforma? Az micsoda? Hát nagyon szőrös. Vagy nem, az oroszlán szája belül. Nem, az oroszlán szája az szerintem a tátikára, a virágra hajaz. Tehát az, amikor köldöksérvem van, akkor... Igen. Laci, gyere, mutasd a köldököd. Na, az lesz a Mariannára. Ott már minden volt, gyerekek. Ez egy oroszlán száj. Na, ez egy oroszlán száj. Ez egy elcsúszott oroszlán száj. Hülye testrész ez a köldök egyébként. Igen. Nem egy ilyen megnézed, és ilyen kicsi gnóm, mindenkin ronda, egy ilyen teljesen torz valami a köldök, nem? De milyen ösvény vezet hozzá? Most láttam. Az országos kék túra. Az a hancurpázsit. A szerelem ösvény. Tehát oroszlán száj forma, az azt jelenti, hogy széles, nyújtott formájú köldök. Makacs és hatalom éhes természetre utal. Na, ez a Laciban nincs meg. Hajlamos az erőfitoktatással érvényt szerezni. Nem, és a megvan benne. Ő az, akit mindenki igazi férfinak tart. Bírja a piát. Most már mindenki bejön. Én maradtam ki. A többiek már tépjenek egy sorszámot. Bírja a piát, sosem fetreng az utcákon a buli után. Hát ez ebben a formában hazugság. Emellett minden kerületben van egy barátnője, akit persze mit sem tudnak egymásról. Tehát kacér, szereti a csajokat. Aha, tehát igazi. Na gyere, Anna, mutasd a köldököd. Jézusom, de ronda. Ez milyen köldök? Gyerekek, eddig egy szép köldök. Ez olyan, mint a tied egyébként. A tiedre hasonlít a legjobb. Ez az alagút? Igen. Igen. Uh-huh. Olyan köldök, mint a Balázsén. Ezt már felolvastuk. Ez Balázs köldök. Mondjuk azt, hogy ez vesző. Nem találtunk vékony, kicsi vágásos köldököt, pedig az egy nagyon szép típus, akinek egy ilyen egész pici vágás van a köldökén. Az ritka szerintem. Hát ezt szerintem egyébként ezt a szülőszobán tudják így előre így. Nem, hát ott nem. Csak elkötik, aztán... Nem attól függ, szerintem vagy attól is. Hogy vágják el, attól, hogy milyen alakul, nem attól függ szerintem. Biztos, hogy a csong hogy esik aztán le. Hogy gyógyul be. Hogy gyógyul be, nem? Hát nem tudom.
Nekem a Feri tetszett a legjobban. Végre láttál valami csodát. A Feriében érzem a legtöbb izgalmat, a legtöbb felfedezni való. Igen, mert nem látod az alját, igen, hogy igen. Mi lehet még ott benne. Szerintem hozok egy kis emlemorzsát, etessük meg az aranyalokat. Szerint Feri köldökében legalább három aranyalokat. Nem, de néhány élő bárányt hozzá, abban a sárkány lakik. Mit akarsz itt az emlemorzsát? A megtanult tüzet fújni végünk van, ha kirepül a sárkány. Ennyi, vigyázzatok. Jaj, gyerekek, olyan kíváncsi lennék, hogy ezeket kik találják ki, de nyilván egy női magazin találta ezt ki, írt bele mindenféle jellemzéseket. Egyébként ugyanez az ember, aki összeállította a köldök jellemzés, az hétvégére horoszkópokat ír, nem? 3000 forint plusz áfáért tévéműsorokban. Jól van, jönnek a jó megoldások a menzes kérdésre? Rettenetesen sok jött, úgyhogy tudja, nagyon-nagyon sok Bayern fanunk van, és természetesen mindegyik tudja, hogy mi Franz Beckenbauer beceneve. Az hogy lehet, hogy valaki elküldi egy Ribéry? Hát Beckenbauer Bece neve, hogy Ribéry? Igen. Hát, ha bejön a napom. Te kis Ribbe. Beri. Na jó van. Oké, várjuk még az SMS-eket. Tehát Franz Beckenbauer Bece nevét keresik. Ugye egy hírességek által dedikált Bayern Münchenbe szeretnénk odaadni valakinek. Beckenbauer, Ribéry és Jupp Heynckes aláírásával. 2 perc múlva fél 10, jövünk vissza mindjárt. Fél 10 múlt, pontosan 5 perccel. Hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk, és mindjárt mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Láttátok ezt az autót, amit földöntött egy elefánt? Nagyon durva. Az elképesztő. Az egyik internetes hírportálon fönt van egy videó, ahol, és nem is értem a megoldást egyébként, és szörnyű. Az történt, hogy egy elefánt párzási időben megzavarták egy dél-afrikai parkban. És oda ment egy autó fotózni az elefántot, aki az út közepén sétált. És az autó vezetője láthatóan egyébként nem szórakozott az elefánttal, tehát amikor az elefánt kiszúrta, akkor finoman elkezdett eltávolodni a helyszínről, lekapcsolta a lámpát, megállt és állt egy helybe. De az állatot ez már ugye nem nyugtatta meg, és elkezdte feldönteni az autót. De mint egy ilyen matchboxot, tehát földöntötte, gurította, forgatta össze-vissza, úgyhogy bent ültek az emberek, és közben egy másik autó hátulról csinálta a videót. Igen, de amikor látta, hogy baj van, amikor felborította a másik autót az elefánt, ő elhúzott. Hát, te is mennél szerintem. Hát nem tudsz nagyon segíteni, nem tudsz oda menni segíteni. Azért ez az egész sztori több kérdést felvett. Igen, de nem is ez a lényeg. Igen, ő elment, de hát valószínűleg is mennék, nem tudsz mit csinálni. Tehát előtted egy autóval ott összetűzésbe kül egy elefánt, balra-jobbra döntögeti, ülnek be, nem tudsz segíteni. Dudászattól csak berág. De nem is ez a lényeg. Hanem azt mondták, hogy párzási időszak volt, és ilyenkor ugye az állat tesztoszteron szintje akár 50-60-szor is magasabb, tehát érthető, hogy hogy viselkedett így. Hát te is ideges vagy, ha rád dudálnak izé közben, nem? Igen, csak ami a döbbenet, hogy a park igazgatója úgy döntött ezek után, hogy lelövik az állatot. Oh. És le is lőtt. És lelőtték az állatot. Hát igen, na, aha. Érted, hogy ez megint mennyire barbár, hogy tehát, mi merészkedünk az ő területükre, nem hagyjuk őket békén, autóval megyünk, az elefántnak párzási időszaka van, fölborítja az autót. Miért ne lenne ez egy természetes viselkedés, hogy megtámadja azt, amitől fél egy állat? Mit kell volna csinálni? Bedugni az ormányát és zsömlét kérni? Vagy, tehát, hogy mi a jó? A párzási időszakban az elefántbikák azok akaskodnak egymással. Tehát ez számára abban a pillanatban valaki rányomult, ez egy ellenfél volt. Érted? Ő csak a maga módján, a saját eszközével jelezte, hogy jó lenne, hogy honnan elhúznának. És? De nekem a több kérdésem közül az első. Párzási időszakban minek engedik be a turistákat autóval együtt egy ilyen veszélyesnek mondható helyre? 2. Miért nem világosítják fel őket, hogy ne menjen? Ugyanis ez egy ilyen körülbelül egy ilyen 10-15 méteres távolságból követte az elefántbikát. Ez az autós egy hölgy volt egyébként, és az unokahúga. Aha. Igen. És csak akkor állították le a motort, amikor már visszafordult az elefánt. Visszafordult. Döbbenetes a videó egyébként, igen, hát úgy játszik vele, mint egy ilyen matchbox a földönti, és 40 méteren keresztül így görgeti az autót, amiben ugye bent ülnek ketten, két nő ült az autóban. És azt mondták, hogy hát igen, hát ez nem egy természetes viselkedés, hát akkor lelőjük az elefántot. Fogták, kimentek, ketten agyonlőtték az elefántot. Mert ő egyébként párzási időszakban kicsit agresszívebb volt a megszokottnál. Az már nincs rajta a videón. Nem látták a szerszámot a lányok? Azt nehezen tudom. Azért mentek közel? Mert azt egy elefánt esetében nehezen tudom elképzelni. Az volt egyébként... Nem tudom, hogy kim volt-e, de gondolkodtam rajta, hogy miért mennek annyira közel. Aztán így rájöttem, amikor láttam a felvételt, ugyanis közvetlen előtte esett az eső. És valószínűleg nem tudtak a szélvédőn keresztül normális felvételt csinálni, vagy elég tiszta felvételt, mert ez látszott, mondom, a videó felvételen is, hogy tele volt esőcseppekkel a kocsinak a szélvédője, és azért követhették, azért mehettek olyan közel hozzá.
Tehát, hogy tényleg egy fotókedvéért. Gyakorlatilag lehet, hogy egy fotókedvéért halt meg az elefántbika. De nem túlzás ez? Azt nem értem az igazgató urat, hogy miért kell kilőni. Mikor mert már volt vevő az agyarra. Ja, az na, úgy már megértem. Mert ez egy természetes viselkedés volt a bikától. Igen. A videó az döbbenetes, hogy mit csinál vele. 3-10 múlt 2 perce. Kaszi üzenete lényeg törő volt, nem? Hát nem cifrázta. Most mit szarozzon egy ilyen? Ő nem egy ilyen rokokos díszítgetője, kis csicsázós. Megmondja Frankót. Minek az? Na! Adjuk oda valakinek ezt a szép kis Bayernest. Hello, Csabi. Jó reggelt, szavaztam. Hello. Hívunk valakit, rengeteg megfejtés, nagyon sajnálom a legtöbb embert, mert hogy nyilván nem nyerhetnek, de egy valaki nyertes lesz. És ha szétvágjuk egy centis kockákra, vagy... Hogy örülnének? Mennyi emberhez jut. És én mindenkiből egy darab. Kis keretben kirakod otthon. Igen. Na, hívjad, Anna. Jó. Ha nem veszi föl, nem ő nyer, az biztos, akkor hívunk valaki mást. Addig megyünk, amíg... Amíg nem veszi föl valaki, de szerintem aki játszott, az biztos, hogy fölveszi. Morning Show! Hey. Az bizony, hello! Hey! Szevasztok, srácok! Hello, jó reggelt! Ne mondjátok olyan! De! Tényleg én nyertem? Bizonyám, így van. Basszus, itt vezetés közben itt küldözgetem, már 25 SMS-t elküldtem. De nem is látom, egyet láttuk, mert annyi jött, hogy ilyenkor nem is látjuk az ismétlést. Hogy hívnak? Hello! Sziasztok, Tamás vagyok Budapestről. Tamás, hello! Ugye volt egy kérdés, a kérdés úgy hangzott. Mi Franz Beckenbauer beceneve? A válasz pedig? Igen. A császár. A császár. Der Kaiser. A császár, így van, Tamás. Na, hát mit szólsz? Hát most nem kapok levegőt per pillanat. Na, az örömüvöltésemben úgy halljuk, hogy Bayern München rajongó vagy. Igen. Elég határozottan most már jó hosszú ideje. Mióta? Hát én 98 óta, lényegében kisgyerekkorom óta követem így nyomon a meccseiket, és lényegében mondhatni, hogy azóta én Bayern München szurkoló vagyok. De jó, na ennek örülünk, akkor ez megint jó helyre megy. Figyelj, egy ilyen meznek mi a sorsa ilyenkor egy ilyen fanatikus drukkernél? Bekereteszteted, felrakod, hát játszol benne? Bekereteztetem. Nem. Van egy másik mezem, én azt vettem még tavaly, a BL döntő előtt, abba szoktam játszani, de hát ez ilyen autogramos, úgyhogy ezt belesz kereteztetem. És kit játszol? Hát mikor mit? Amit kell. Ja, szaladok. Univerzális. Ez ilyen kispályás. Téges fociról beszélünk. Hát ott mindenki minden. Igen, ott nincs idő lehoz, maximum a kapus, igen. Na, jól van, akkor jó helyre megy. Igen, nagyon jó helyre. Nagyon köszönöm, srácok. Tamás, igazán. Mi köszönjük, hogy minket hallgatsz, örülünk, és küldjük, ez hamar meg lesz, egy-két napon belül ott van nálad, jó? Nagyon jó. Köszönöm szépen. Köszi. Köszönöm szépen, srácok. Ciao. Hello. Szia. Írja valaki, már megint nem nálam csörgött. Igen, tudom. Igen. Hát csalók ez... vagytok. Csalók vagytok, jönnek a durvábbak, igen. Most akik eddig nagyon szerettek, mert akarták, amely ezt gyorsan meg tudám ezt fordulni, ugye? Hát ez van. A többiek viszont küldhetnek egy dalt majd Csabinál, bárkinek. Igen, figyelj, te játszol Havasit? Havasit nem. Játszak? Szeretnéd? Nem. Havasi játszik, abba a házit nem játszik. Na, hát végül is igen. Na, küldenéd valakinek? Egyébként nem én, hanem mindenkinek, aki szeretne. Igen, a Gábor akart egy dalt küldeni, a kis drága. Ott Gáborunk az élelmiszeripari mérnök, és mondta, hogy egy Havasit küldene valakinek, mert valakinek ma van valami valamilyen, és mondta, hogy megkérdezem a Csabit, hogy játszik-e Havasit, vagy de mondtuk neki, hogy ne nagyon bízom benne, mert olyan vagy. olyan ez a Csabi. Ahogy a Havasi elkezdi játszani a koncertjein a dalaimat, akkor egyből így is megszólal, jó? Álltak szenzációs volt a Havasi koncert. Én is ezt hallottam. Iszonyatosan monumentális gospel énekesek, Radics Gigi, forgószínpad, olyan... Forgó Laci. Fekete Laci, lenyomott 10 francia krémes, 2 kiló csirket. Kirabolta a büfét. Nem, hogy állítólag szenzációs. Én belenéztem valahol, közvetítettek belőle egy pár percnyit, és elképesztő látványos volt. Nagyon látványos. Igen. És valaki még zongorázott is. Hogy miért nem tudunk egyszer úgy dicsérni, hogy csak dicsérünk tényleg? Hát nem is hiszem el. Tényleg, én most pont dicsérni akartam, hogy ilyetbe belerondítani. De hát nem hinné el a hallgató, hogy te ezt komolyan gondolod. De miért? Nem, komolyan, nagyon jókat hallottam, megfogadtam, hogyha legközelebb megyek, vendégzenészek, cselló, amerikai, nem tudom, hogy koreai, nem tudom, ilyen csellós lány, cselló párbaj, tehát valami hihetetlen volt állítólag. Jól van, mindegy, is hívjuk a nap hallgatóját.
És aztán elköszönünk. Pedig úgy ki vagyok ilyen, ez már egy jó cselló párban. Hallgasztod csak. Tájékoztatjuk, hogy a hívott szám nem elérhető. Nem elérhető. Abban a... Miért nem hagytunk üzenet? A másik. Hagyjunk, hát hívd ugyanezt, és akkor... Szia, így jártál, bocs. Ki játszik a Rod Leveren, gyerekek? Az a Renka, jó? Morning show? Az bizony. Hello. Szervusztok. Ja. Óvatosan kérdezted meg. Nem voltál benne annyira biztos? Nem feltétlen. Mit csinálsz? Én éppen dolgozom, csak gyorsan félre húzottam. Honnan húzottál félre? Vagy tehát hol vagy mi, amihez képest félre kellett húzodod? Irodai félre húzódó vagy? Nem, ez egy üzlet, ez egy nagy kereskedés, nem is olyan messze tőletek. És akkor behúzottál a raktárba, vagy a budira, vagy hol? Raktárba. Ben vagy a raktárban? Mi nem fel? Írtad alá, hogy hívnál? Zsigmond. A raktárba húzódó. milyen nagy kereszt, hogy mit csináltok? Ez egy óra nagy ker. Óra nagy ker. Tehát egy igen. Patek Philippe-et mondjuk meg tudunk venni 8 helyet 7 millióból? Hát lehetséges, csak nálunk nem, mert ezekkel a márkákkal foglalkozunk. Aha. Nálatok az idő és a Tico Time együtt jár? Most ráhibáztam. Nem mondod, nem, ez nem van, ez a márka. Létezik. Utána szerencsekerékben hallottam a cintulától, hogy az idő és a Tico Time együtt jár. Emlékeztek? Igen, azt mi árusítottuk. Ajjaj. Na jó van, szellemes volt, amit írtál nekünk egy SMS-t, ugye Erdélyi Zsolttal beszélgettünk, és arról is faggattuk többek között, hogy mi lesz majd, ha esetleg a márciusi az utolsó meccse, hogy képzeli el a civil életét. Te azt írtad nekünk, ha madár kiöregszik, majd nyit egy falatozott a Mátrában Erdélyi vendéglő néven. Igen, ezt mi szerettük, úgyhogy ezzel te lettél a nap hallgatója, jó? Azt hozzátetted volna, hogy is minden nap van friss madártej, akkor... Igen. De tényleg jó volt, szellemes volt az SMS. Küldünk neked egy szép ajándékcsomagot, jó? Jó, köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgatsz. Jó munkát neked. Nagyon szépen köszönöm, szervusztok. Ciao, hello. Csabikám, remek zenéid lesznek ma is? Tegnap még délután 2-kor is kaptam az SMS-eket. Hetes. Valaki megírta, hogy ő gyerekkora óta Real Madrid rajongó, és ő tudja, hogy 9-es. Nem baj, hogy nem ő nyert, úgyhogy számítok rá, hogy a császárt küldik ma is még nagyon sokáig. Ellenben én közben fogok zenélni egy kicsit. Például egy olyan újdonságot hozok, hallottam, hogy nálatok is már volt egy új, a Pitbull és a Kesha közös dala, és hát nem szeretnék lemaradni, úgyhogy hozok én is egy duettet, ezúttal Shakira és Rihanna álltak össze. Nagyon jó. Azt a büdös éve. Az jó az a nóta. Can't remember to forget you. Úgyhogy ezt megmutatom nekem. Nem emlékszem, hogy elfelejtettél. Jó, mert igen. Jó csaj. Mind a kettő. Igen. Nekem a Shakira nem annyira, ilyen bozontos. Mindig arra gondolok, hogy hol? Mi van a hajában. Mennyi élősködő van ennyi hajban. Kit érdekel a haja? Ide adja a hatalmas hajkoronatot, én ránézek, és mondom, úristen, mik bújhat meg? Na de milyen mozgás kultúrája van? Isten ilyen táncol, igen. Na, Csabi jön a kívánságműsorral, 555-55-00, ez a telefonszám, ha valaki szeretne dalt kérni, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao.